Köszöntöm kedves nézőinket, önök Pécs megyei jogováros augusztus 23-ai rendkívüli közgyűléséről láthatnak most közvetítést. A testület előtt 11 napirendi pont szerepel egyelőre. A legfontosabbak talán a helyi autóbusz, az ivóvíz, illetve a távhőszolgáltatással kapcsolatos napirendek, ezek valamennyi ugye a 15-20%-ra emelt áfa módosítás kapcsán kerültek most a testület elé. Ezt megelőzően azonban a gazdasági bizottság úgy döntött, hogy ezt az 5%-os áfa emelést az önkormányzat magára vállalja, és a cégeknek kell majd kigazdálkodniuk, tehát ennyi módosítással kerül majd a testület elé ez a három napirendi pont. Ami még esetleg vitát válthat ki majd a testületi tagok között, az a Pécsi Koncert és Konferencia Központ helyszín módosításával kapcsolatos előterjesztés, hogy pontosan az ellenzék majd mit támad jobban, és mi az, ami elfogadható lesz számukra, és ez természetesen hamarosan kiderül önök előtt is. A képviselőtestület tagjai úgy tűnik, hogy valamennyien már megérkeztek, úgyhogy meg is kezdik Kunst Márta vezetésével a mai közgyűlést. Ezzel határozatképesek vagyunk, megkezdenénk ülésünket. Köszöntöm a jelenlévő képviselőket, kisebbségi önkormányzati képviselőket, megjelent vendégeinket és érdeklődő állampolgárainkat, valamint a televízió, a városi televízió nézőit. Engedjék meg, hogy elsőként szomorú kötelességemnek tegyek eleget. Két haláleset is történt a közelmúltban. Bejelentem, hogy életének 53. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt Egyed Kálmán, a pécsi polgármesteri hivatal munkatársa. Egyed Kálmán, mint valamennyien tudjuk, a BAT pécsi dohánygyárban vállalati kapcsolatok irányítója volt egy ideig, utolsó éveiben pedig hivatalunknak a dolgozója. Másik elhunytunk dr. Horváth Adolf Olivér, kiváló botanikus, a mecsek növényvilágának és természeti életének ismerője, a magyar tudományos élet kimagasló egyénisége, aki 1991-ben Pécs város díszpolgára lett, ő 100. életévében hunyt el. Kérem, hogy emlékezzünk meg halottainkról egy perces néma felállással. Tisztelt képviselőtársaim, akkor megkezdenénk szokásos munkánkat. Kérdezem, hogy a napirendhez van-e valakinek kiegészítője. Juhász képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm a szót, alpolgármester asszony. A mai napirendi pontok közül az első háromról együttes értelemben szeretnék szólni. Ez az egyes a helyi autóbusz közlekedés díjait megállapító önkormányzati rendelet módosítása, a második a közüzemi ivóvízért és a közüzemi csatorna használatét fizetendő díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása, a harmadik pedig a távhőszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása. Ezt a három napirendi pontot, mint a Gazdasági Tulajdonosi Vállalkozási Bizottság elnöke, magam terjesztettem volna a közgyűlés elé, és azért mondom, hogy volna, hiszen hétfőn tartottunk egy gazdasági tulajdonosi vállalkozási bizottsági ülést, ahol a bizottság nem tárgyalta meg ezt a három napirendi pontot. Ez a három napirendi pont a kormány adó rendelkezéseinek következtében az 5%-os áfemelésről, a 15-20%-ra történő emeléséről szólt volna. Ezt a rendeletet kellett volna nekünk az önkormányzati rendeletek közé beemelnünk, és ezt az 5%-os áfát a bizottsági előterjesztés javaslatára és állásfoglalása alapján terjesztettük volna a közgyűlés elé. Hétfőn délelőtt a Magyar Szocialista Párt frakciója egy
frakció értekezletet tartott, már a bizottsági ülést megelőzően is azt előkészítve, és ezen a frakció értekezleten azt az egyhangú álláspontot hozta az MSZP frakciója, hogy nem kívánjuk ezt az 5%-os áfa terhet a város lakóira, az itt élő emberekre tovább terhelni, hiszen egyéb olyan megszorító intézkedések is nyomják már az állampolgárokat, melyek igen komoly terheket jelentenek az elkövetkezendő időben és a jövőben. Én nem kívánok erről vitát nyitni, hanem egyszerűen, mint előterjesztő, kérem azt, hogy ezt a három napirendi pontot a mai közgyűlés ne tárgyalja meg, és ne tűzzük a napirendre. És a tévénézőket szeretném tájékoztatni még arról, hogy ezt az 5%-os áfa növekedést két módon fogjuk pótolni, hiszen azért valamilyen módon ezt pótolni kell, hiszen a állami költségvetés felé ezt az áfa többletet nyilván be kell fizetni. Egyrészt az önkormányzati működési költségeknek a támogatási lehetőségének megvizsgálásával, de jelentős részben inkább a szolgáltató cégek hatékonyságának, a belső tartalékainak, lehetőségeinek a megvizsgálásával kívánjuk pótolni. El kell, hogy mondjam azt is, hogy nem kampányfogásról van szó, hiszen ezzel sem októberben, sem novemberben nem kívánunk foglalkozni. Persze az éves inflációt követő díjemelésekről és áremelésekről majd az elkövetkezendőkben döntenünk kell, hiszen az élet nem áll meg. Egy szóval a javaslatom az, hogy ezt az első három napirendi pontot az MSZP frakció álláspontjának megfelelően és azt követve ne tárgyalja ma meg a közgyűlés. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az előterjesztő levetetheti a napirendről az előterjesztést, tehát ezt tudomásul vesszük. Vita nélkül javasolta, de miután hosszasan indokolta a levételt, megadom a szót először de Blasio úrnak. Köszönöm szépen. Én csak nagyon röviden szeretném azért kiegészíteni az előterjesztő által indokolt napirendi levételt, és egy picit világosabb képet teremteni. Én kérem, hogy a Magyar Szocialista Párt és az SZDSZ által többséget adó parlament többsége, döntése, valamint a kormány döntése az áfa emelésekről ilyen értelemben nem kerül ugye áremelésre Pécs városában ezeknek a közszolgáltatóknak a tekintetében. Azonban nehogy valaki is úgy gondolja, hogy ezt nem a pécsi polgárok fizetik meg azzal, hogy magukra vállalják a cégek. Tehát én úgy gondolom, hogy azzal eléggé álságosan próbáljuk meg elsimítani ezt az ügyet, hogy úgy csinálunk, hogy a polgárok nem fizetnek, de a cégek fizetnek ezért. Meg kell valakinek fizetni azt a meggondolatlan 5%-os áfaemelést, amit a kormányunk végrehajtott. Tehát én azért kérném, hogy ezt ne úgy adjuk elő, minthogyha ez a pécsieknek nem kerülne pénzébe. Igenis pénzébe kerül, csak a cégeken keresztül kerül pénzükbe, hiszen ezt valahol a pécsi polgárok fizetik a pécsi cégeken keresztül. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A következőt szeretném mondani, vita a napirendről van szó, tehát csak napirendi kérdésekben kérném szépen a további hozzászólásokat. A két vezető frakció kifejthette véleményét a kérdéssel kapcsolatban, úgyhogy térjünk vissza a napirendre. Napirendben szeretnének hozzászólni? Nagy Csaba képviselő úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A napirendi javaslathoz annyit tennék hozzá, hogy én a magam részéről azt gondolom, hogy ki kell, hogy mondjuk, hogy én a magam részről nem értek egyet azzal, hogy ezt az 1-es, 2-es és 3-as napirendi pontot levegyük a napirendről. Ennek több oka van. Egyfelől én azt gondolom, hogy a nyilvánosság előtt kellene megvitatni minden egyes cégre külön ezt a javaslatot. Annál is inkább, mert ennek van egy gazdasági és egy politikai vonulata is. A politikai vonulata az az, hogy a helyi szocialistáknak nem volt bátorsága szembenézni a kampánybeni ígéretekkel, amit tettek a választások idején, és nem volt bátorságuk szembenézni a pécsi polgárokkal. Erre a szembenézésre egyébként véleményem szerint egy pár hónapon belül sor kell, hogy kerüljön, mert ezek a cégek a tavalyi gazdasági beszámolójuk alapján és az idei terveik alapján, az idei gazdasági ténykedéseik alapján biztos, hogy hosszú távon, de akár középtávon, vagy akár rövid távon sem képesek ezt lenyelni.
És az is biztos, hogy az a költségvetési helyzet, ami most a városban előállt, nem teszi azt lehetővé, hogy a költségvetésből ezeket a forrásokat pótoljuk a cégek részére. Úgyhogy ezért én azt szeretném kérni akkor mind a szocialistáktól, mind a vállalat vezetőitől, tehát a Fidesz frakció vezetőinként a vállalat vezetőitől is kérem azt, hogy csináljanak a képviselőknek egy olyan anyagot, ami bemutatja azt, hogy milyen gazdasági következményei lesznek ennek a lépésnek, és csináljanak egy olyan anyagot is, hogy ebben az anyagban mutassák be azt is, hogy ezek a belső átcsoportosítások, tartalékok milyen úton módon halászhatók elő a gazdasági tevékenységükből, miért nem tették ezt eddig meg, illetve hogy ezek a különböző csökkentések milyen szolgáltatási csökkentést vonnak maguk után, mert ezek a dolgok egymással összefüggnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ezt a napirendet befejezetnek nyilvánítom, miután vita nélkül le lehet venni napirendről az előterjesztés, és most már hatalmas vita bontakozik ki. Lépjünk tovább. Gonda Tibornak adnám meg a szót. Tisztelt Közgyűlés, szeretném kezdeményezni, hogy a 9-es napirendi pontot a Pécsi Koncert és Konferencia Központ helyszínmódosítását ma ne tárgyaljuk, vegyük le a napirendről. Indoklásként annyit szeretnék elmondani, hogy az anyagot elolvasva több képviselő jelezte, hogy bizonyos háttérinformációkra még szükségük van. Úgy gondoljuk, hogy ebbe a kérdésbe felelősségteljes döntést kell hozni, tehát ha van még ilyen igény a képviselők részéről, akkor meg kell teremteni a további tájékozódás lehetőségét. Föl szeretnénk ajánlani Kunc Márta alpolgármester asszonynak, hogy akinek bármiféle kérdése van az ügy kapcsán, péntekig juttassa el Kunc Mártához, és jövő héten szeretnénk megteremteni annak a lehetőségét, hogy az évarccal és szükség szerint más építészek bevonásával a képviselők számára egy konzultációs lehetőséget biztosítsunk kimondottan ebbe a kérdésben a további fontos és szükséges információk megszerzésére, és amennyiben ez alapján konszenzus látszik a képviselő között a tekintetben, hogy érdemes ezt a napirenden tartani, akkor szeptemberben visszatérünk rá. Kérem ezt tudomásul venni, és mint előterjesztő az előterjesztést visszavonom. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a napirendhez van-e még valakinek kiegészítése? Kővári képviselő úr. Köszönöm a szót. Azt szeretném jelezni a polgármester úr felé és meg a közgyűlés felé is, hogy erre a koncertterem helyszínre ugye már áprilisban egyszer kiírásra került egy pályázat, ami valamiért aztán mégse íródott ki. Most újra nem sikerül helyszínt találni. Lassan egy éves csúszásban van ez a dolog. Nem vagyok benne biztos, hogy lesz még idő arra, hogy újabb és újabb köröket fusson az önkormányzat, mert nem fog tudni fölépülni ez a koncertterem, ami az emblematikus. Fővári képviselő úr, szeretném építménye lesz ennek a programnak. Figyelmeztetni, hogy a napirendi sorral kapcsolatos megjegyzéseket várom, és nem a levétel kapcsolatosakat. Ahogy az előbb is hangzott el vélemény a napirenddel kapcsolatban, ennyit szerettem volna elmondani, szerettem volna figyelmeztetni a közgyűlést, hogy csúszásban van ebben a kérdésben. Staub képviselő úr. Köszönöm a szót. A napirendről való levételét javaslom a 11-es számú napirendi pontnak. Javaslat általános tartalék előirányzat átcsoportosítására. Indoklásom tulajdonképpen az indoklás. Teszem ezt a képviselőtestület méltósága és önbecsülése, ha van érdekében. Ez az előterjesztés lényegét tekintve egyetlen mondatból áll. A többi csak utal arra, hogy van költségvetési bizottságunk meg rendeletünk. Ez az egyetlen mondat ekképp szól. Az általános tartalék címen jelenleg 27.989.000 forint áll rendelkezésre, melyből szükséges lenne 3 millió forint átcsoportosítása a polgármesteri keretre. Ilyen előterjesztés kapásból tudok tizet mondani, van ennyi a kereten, szükséges lenne az Európa Centrum KHT-nak adni 3 millió forintot, szükséges lenne az Európai Kultúrás Főváros működésére adni ennyit meg ennyit, szükséges lenne intézményekre és a többi. Én 12 éve vagyok képviselő, nem biztos, hogy az emlékezetem nem csal meg, de azért nem emlékszem ilyenre, hogy idelöknek egy előterjesztés egyetlen egy mondattal. A polgármesteri keretet megállapítottuk évelején, és nem szoktuk emelni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Miután nem az előterjesztő kérte a levételt, erről a javaslatról a közgyűlésnek szavaznia kell. Kérdezem, hogy kíván-e még valaki a napirendi sorhoz hozzászólni, tehát nem kívánnék vitát nyitni. De Blasio képviselő úr. Köszönöm szépen, én két kérdést kívánok föltenni, nyilvánvalóan attól függően, hogy mikor kerül majd erre sor a mai közgyűlésen. Az egyik a Felső Vámház utca csatornázásával kapcsolatos lenne.
és ott a burkolat helyreállítás elképzeléseivel kapcsolatban. A másik pedig egy hasonló téma, hiszen itt is csatornákról van szó, csak csapadék csatornák ellopott fedeleinek pótlásával kapcsolatban szeretnék kérdést föltenni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Molnárné Garai Edit. Köszönöm szépen, én Gonda Tibor, a polgármester úrhoz szeretnék két kérdést feltenni. Az egyik a Borbála egy programmal kapcsolatos, a másik pedig a kátyúzásokkal kapcsolatos. Köszönöm szépen. Utána köszönöm. Kifejtem majd részletesen. Köszönöm szépen, Nagy Csaba képviselő úr. Köszönöm szépen. Én is két kérdést szeretnék föltenni. Az egyik kérdés az a Klimógyörgy utcai fasor telepítéssel kapcsolatos. Tavaly évben a Klimógyörgy utcában a pécsi vízmű, ha jól számoltam, 10 darab fát ültetett el. Az lenne a kérdésem, hogy ebben az évben voltak-e ezek a fák öntözve, mert arra sétálva azt láttam, hogy gyakorlatilag kettő kivételével mindegyik száradásnak indult, és valamelyik talán már ki is száradt. És a másik kérdésem pedig az, hogy miért nem volt energiája és pénze a PVVRT-nek arra, hogy a Rókus utca, illetve az Ifjúság utcai kereszteződésben lévő kisebb focipályák, gruntfocipályákat rendbe tegye, hogy onnan a tavaly lehullott leveleket eltakarítsa, hogy a benőtt növényzetet kivágja a kerítésekből, hogy használhatóvá lehessen tenni ezt a focipályát. Ezt a két kérdést szeretném föltenni, és azt gondolom, hogy talán a legilletékesebb ebben a kérdésben Kukai András lenne a kommunális bizottságnak az elnöke, tehát őtől szeretném ezt a két kérdést megkérdezni. Köszönöm szépen. Igen, De Blasio képviselő úr elfelejtette megnevezni a címzettet. Én is Kukai bizottsági elnök úrtól szeretnék. Köszönöm. Erd képviselő úr jelentkezett. Köszönöm. Gonda Tibor alpolgármester úrtól szeretném megkérdezni a rácvárosi temető illetően, ugyanis a rácvárosi temető egy eléggé elhanyagolt rész, ami ugye jobb sorsa lenne érdemes temető révén. Városunk tulajdonában van, nem az egyház tulajdonában. A probléma hosszú távú megoldására többféle megoldás született, de nem is a hosszú távú megoldás érdekelne engem, hanem a rövid távú megoldás, ami gyakorlatilag a temetőnek a kitakarítását, illetve valamiféle karbantartását jelenteni, mert hiszen a PVVRT az köteles a városi zöld felületeket karbantartani. Ezt szeretném megkérdezni, hogy erre van valami elképzelése. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki a napi rendhez szólni? Kővári képviselő úr. Szeretnék feltenni Kunsz Márta a polgármester asszonyhoz, mint aki a polgármester urat helyettesíti, hogy tud-e a város arról, hogy a Tubesre telepítendő lokátorral kapcsolatos építési eljárás megkezdődött, van-e tudomása erről a városnak, és mit kíván tenni ebben az ügyben? Köszönöm. Köszönöm szépen. Bretter képviselő úr jelentkezik. Tisztelt alpolgármester úr, tisztelt közgyűlés! Kérdést, illetve kérést szeretnék majd intézni Gonda Tibor alpolgármester úrhoz, hogy valamelyest próbáljunk megjavítani a parlag fűírtás kapcsán itt a városi helyzeten. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy több kérdés nincsen, akkor a napirendről kezdenénk el szavazni. Tehát a 11-es napirendi pontra érkezett egy olyan javaslat, hogy ne tárgyaljuk. Kérdezem képviselő társaimat, hogy ki támogatja ezt a javaslatot. Kérem, tehát az a kérdés, hogy ki támogatja a javaslatot. Kérem, szavazzunk a kérdésben. Megállapítom, hogy 11 igen, 21 nem és 4 tartózkodással elvetettük a napirendről való levételt.
akkor kérném képviselőtársaimat, hogy a napirendi sorról egyben szavazzunk. Megállapítom, hogy 26 igen, 2 nem és 7 tartózkodással a közgyűlés elfogadta a napirendet, úgyhogy akkor most a 4-es, eredetileg 4-esként szerepelt napirend került terítékre a parkoló építési kötelezettségről szóló rendelet módosítása, amit Hódosi Vera bizottsági elnök asszony terjesztett be. Kérdezem, hogy kíván-e hozzászólni. Igen, köszönöm a szót, alpolgármester asszony. Tisztelt közgyűlés! Az elmúlt év novemberében fogadtuk el a parkoló létesítési kötelezettségről szóló rendeletünket, és a gyakorlati alkalmazás során számos probléma merült fel. Erről többek közt itt közgyűlésen is képviselőtársaim is szóltak, jelezték feléjük is, felénk is ezt a problémát. Ezt a rendeletet próbáltuk meg áttekinteni, és egy fokkal igazságosabbá tenni. A legnagyobb gondot az jelentette ebben a rendeletben, hogy a lakások építésénél abszolút nem volt lehetőség megváltása. Úgy gondoltuk, hogy ez tulajdonképpen igazságtalan, hiszen ha bármely üzletet valaki létrehoz, bármekkora forgalommal, legvégső esetben, és ezt szeretném hangsúlyozni, legvégső esetben van lehetőség megváltása, a lakások esetében nem volt. Tehát ez a rendelet most arról szól, hogy erre is módot adjunk, tehát lakások esetében amennyiben nem lehetséges a telken belüli parkoló, illetve az 500 méteres körzetben parkoló kialakítása, akkor legyen lehetőség arra, hogy ezt pénzbeni megváltással, tehát erre lehetőség legyen pénzügyileg megváltani. A rendelet, tehát mindenképpen át szeretnénk tekinteni még mélyebben, hiszen más problémák is úgy néz ki, hogy jelentkeznek ezzel kapcsolatosan, úgyhogy várhatóan az elkövetkezendő időszakban egy részletesebb áttekintésre is sor kerül, és egy a közeljövőben sorra kerülő további módosítás is szükséges a rendeleten. Én szeretném kérni a közgyűlést, hogy ezt a rendeletet most ebben a formában, tehát ezt a módosítást fogadjuk el, és egy részletesebb vitára, áttekintésre az elkövetkezendő időben kerüljön sor. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mikes képviselő asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Először is szeretném elmondani, hogy nagyon örülök, hogy a közgyűlés elé tudott kerülni ez a módosítás, hiszen már tavasz óta, tavasz eleje óta több kérdésben és interpellációban felhívtam erre a figyelmet, és szeretném megköszönni a polgármester asszonynak, aki ígéretet tett arra, hogy végül is most már tényleg be fog kerülni a következő közgyűlésre, és ez így is lett. Egyetértek maximálisan a bizottság elnök asszonyával abban, hogy a rendeletet át kell tekinteni, hiszen ugyan én is azt kérem a tisztelt közgyűléstől, hogy támogassák most ezt a rendeletmódosítást, de ezt én egy ilyen vészbeavatkozásnak tekintem, azért, hogy idén a építési szezonnak a fennmaradó részére ezt az igazságtalan állapotot orvosolni tudjuk. Ugyanakkor szeretném azt elmondani, hogy az átmeneti orvoslást én szükségesnek tartom, és örülök, hogy ezt végre sikerült elérnem, de magát a rendeletet ilyen formában hosszú távon semmiképpen nem tartom alkalmazhatónak, és azért is egyrészt egyetértek, másrészt kérem is, hogy ez kerüljön elő. Én azt gondolom, hogy ilyen összegekkel és ilyen módon hosszan fenntartani a parkoló megváltásnak az intézményét, a jogintézményét nem helyes. Azt gondolom, hogy ennek a rendeletnek újból neki kell gyűrköznünk, és végig kell azt tekinteni, hogy azt az együttes célt, hogy természetesen az egész város területén, de hát én még egyelőre a belváros képviselője vagyok, tehát hadd beszéljek erről, hogy ez egyrészt ne is akadályozza a belvárosban beindult és örvendetes fejlődési folyamatot, felújítását.
lakásokat, új lakásépítéseket, de ugyanakkor ne is állítson elő egy olyan helyzetet a város területén és a belvárosban sem, ami a parkolóhelyek túlzsúfoltsága miatt viselhetetlen és vállalhatatlan. Azt gondolom, ezeket a szempontokat figyelembe véve az egész város tekintetében és kiemelten a belső területek tekintetében végig kellene gondolni a rendületet, és remélem, hogy erre közvetlenül a választások után, egy meghatározott szakmai munka után, illetve egyeztetések után sor kerül. Még egyszer azt mondom, hogy szerintem bármilyen furcsa is, így most hát ha alapjában ezt a rendeletet hozta volna be valaki, akkor ezzel nem értenék egyet, de örülök, hogy tűzoltásképpen idáig eljutottunk, tehát kérem akkor a tisztelt közgyűlést, hogy szíveskedjenek támogatni ezt, annak betudásával, hogy remélem, hogy néhány hónapnál hosszabban ez az egyébként kicsit furcsa rendszer nem marad hatályban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni? Amennyiben nem, kérem képviselőtársaimat, szavazzunk a rendeletről. Megállapítom, hogy 32 igen, 3 tartózkodással a közgyűlés elfogadta a rendeletet. Következő napirendünk a Települési Kisebbségi Önkormányzat képviselők választása, szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása. Jegyzőasszony az előterjesztő. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtestület! A sajtóban és nagyon sok helyen próbáljuk már hirdetni, hogy a kisebbségi választások nagyban eltérnek az eddigi gyakorlattól, és nem az ismétlődik meg, ami 2002-ben. Július 15-éig volt a határidő arra a lehetőségre, hogy valaki kisebbségi névjegyzékre kerüljön, és ezen kötelezettségének és jogosultságának eleget tehessen. Ami önök előtt van előterjesztést, a kisebbségi szavazatszámláló bizottság tagjainak a megválasztása. A törvény úgy rendelkezik, és ezért tetszenek itt látni 7-7 tagot, hogy nem delegálhatnak a kisebbségek a bizottságokba, így a mozgóhúzás és egyéb problémák elkerülése véget több bizottsági tag választására kerülne sor. A kisebbségi választás 3 szavazókörben fog megtörténni, külön szavazóhelyiségben, tehát eltérően a települési önkormányzat és polgármester választás szavazóköreitől. Erre azért is fontos felhívni a figyelmet, mert érdeklődő állampolgároktól halljuk a visszajelzéseket, hogy nem igazán értik és tudják. Természetesen meg fogjuk jelentetni ezt több helyen. Egyébként tájékoztatásom még annyit mondanék el, hogy ugyanazon 9 kisebbségi önkormányzat száll versenyben, mint akik eddig is szerepeltek, és bízunk benne, hogy a választás törvényesen és a jogszabályoknak megfelelően fog megtörténni. Kérem a tisztelt képviselőtestület, hogy szíveskedjék ezt elősegíteni, és ezt az előterjesztést elfogadni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Kérdezem, kíván-e valaki az előterjesztéshez hozzászólni? Amennyiben nem, kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzunk az előterjesztésről. Megállapítom, hogy a testület 35 igennel elfogadta az előterjesztést. Következő előterjesztésünk Pécsi Fejlesztési Kft.-ben felügyelő bizottsági tag megválasztása. Gonda Tibor, módosító indítványt írásban Várbíró Péter úr terjesztett elő, valamennyi képviselőtársaink előtt ott van a módosító indítvány. Kérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni? Bretter Zoltán kér szót.
Tisztelt alpolgármester, tisztelt közgyűlés, de két dolgot szeretnék előre bocsájtani. Az egyik az, hogy sajnálatomat fejezem ki, hogy az előterjesztőnek a nagyon is korlátozott jelenléte ellenére kell erről a módosító indítványról néhány mondatot mondanom. Azt írja ugyanis, hogy korlátozottan lesz jelen. Ezt egészen pontosan nem tudom értelmezni, de vélhetőleg ez azt jelenti, hogy jelen is van, meg nem is. Ami azt jelenti, hogy azért mégiscsak a jelenlétében beszélünk róla, ahol ott nincs itt. A másik, amit előre szeretnék bocsájtani, az, hogy ennek a módosító indítványnak a tárgyalását egy szakmai egyeztetés előzte meg. Olyan értelemben szakmai, hogy egyeztettem Staubernő képviselőtársammal, hogy ki lesz az, aki hát a nyelvtani szempontokat, meg a magyar helyesírás védelmében felhozandó szempontokat itt most elősorolja. Na most, hogy ne beszéljek ennyire képletesen, azt kell, hogy mondanom, nem is az érdeméhez szeretnék hozzászólni, de szerintem ilyen még nem volt ebben a közgyűlésben. Ez egy olyan módosító javaslat, elég hosszú egyébként, amiben egyetlen egy mondat sem érthető. Tehát én még életemben ilyet nem olvastam. Hát a költészetben vannak esetleg olyan megoldások, amelyek első látásra nem érthetőek, de hát ez még a költészetnek a színvonalára se tud emelkedni. Egyszerűen nincs magyarul. Tehát vannak benne olyan betűk, amelyek emlékeztetnek a magyar nyelvre, meg vannak olyan mondatszerkezetek is, töredezetten persze, amelyek emlékeztetnek a magyar nyelvre, de azért, hogy mondjam, a Magyar Demokrata Fórum, meg a MIÉP frakció, amely abban szokott jeleskedni, hogy a magyar nemzet védelmében tör lándzsát, hát egyszerűen meg kéne tanulni, írni, olvasni. Én ezt komolyan mondom, nem akarom húzni, mert tudom, hogy ez itt most igazából egy, hát hogy mondjam, ezen nevetni kéne, csak hát nem lehet egyszerűen hát ilyen az írástudatlanságról tanúbizonyságot tévő módosító javaslatokat, vagy egyáltalán szövegeket az önkormányzat elé terjeszteni, mert azt gondolom, hogy ez egyszerűen nem járja. Csak hogy egyetlen egy példát mondjak, ez az első pont, így hangzik az indokolásból, egyébként ne, ugye indokolást kéne írni, de indoklás van, de mindegy. De Blasio Antonio felügyelő bizottsági tevékenységét nem célszerű egy meghatározó kulturális vezető szaktekintei operatív ebbé tevékenységgel való megterhelésével kiváltani. Aki ezt nekem elmondja, hogy mit jelent, annak én valami pro urbe díjat szeretnék majd javasolni. Aztán persze a következő pontban, ugye Várbíró Péter jegyzi a módosító javaslatot, de úgy tesz, mintha harmadik személyben beszélne saját magáról, és a következőket mondja, tehát ő alkalmasnak látja magát mindenféle poszt betöltésére, mert ő elkötelezetlen, tapasztalt, rutinos menedzser, mondja saját magáról Várbíró Péter. Ugye a Várbíró Péter szeret egyébként is alkalmasságokról és alkalmatlanságokról nyilatkozni, általában ugye saját magáról úgy, mint végtelenül alkalmas szeméről, másokról, mint alkalmatlan személyekről. Nos hát azért azt gondolom, hogy ez a módosító javaslat önmagáért beszél. Egy szó mint száz, ezt azért bátorkodtam még egyszer elmondani, mert minthogy az utolsó mondat arról szól, hogy korlátozottan jelen van Várbíró Péter, ezért kénytelen vagyok azért fölhívni a figyelmet, hogy hát próbáljunk egy kicsit törekedni arra, hogy megfogalmazunk legalább egy mondatot, aminek van értelme. Köszönöm. Hát köszönöm szépen, azért filozófushoz méltán egy jelentéktelenülre sikerült jó néhány percet rápazarolni a képviselő úrnak. Bókai képviselő úr.
Köszönöm szépen, mint az MSZP frakció vezetője, nem támogatjuk Várbíró Péter előterjesztését, ami önmagára szól, és egyébként egyetértünk, hogy nem túl előnyös, ha valaki saját magát javasolja egy posztra, főleg akkor nem túl előnyös, hogyha az érintett, aki mindig elvárta minden frakciótól, hogy egyeztessen előtte személyi ügyekbe, ezt nem tette meg. Az MSZP frakció részéről mi Gáspár Gabriellát támogatjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni? Amennyiben nem, kérem, szavazzunk a napirendről. Először a módosító indítványról kérek szavazást. Kérem képviselőtársaimat, hogy nyilvánítsanak véleményt. Módosítóról, igen. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 21 nem és 7 tartózkodással, 27 nem és 7 tartózkodással elvetette a módosító indítványt. Akkor most kérnék az eredeti előterjesztésről szavazást. A 34 igennel, egy tartózkodással a közgyűlés elfogadta az előterjesztést. Következő előterjesztésünk építészeti igazgatói állás pályázatának kiírása, előterjesztő Gonda Tibor úr, megadom a szót neki. Tisztelt közgyűlés, a múlt közgyűlésen fogadtuk el a művészeti igazgató pályázat kiírását, és akkor jeleztük, hogy ebbe a struktúrában még nagyon szükségesnek érezzük egy fölkészült építészeti kérdésekbe kompetens építészigazgató helyet pályázati úton betölteni. Ezt az előterjesztést tárgyaljuk most. Remélem, hogy ez az előterjesztés pályázat fölkelti a szakma széles körének érdeklődését, és az önkormányzati kollégákkal és tisztségviselőkkel harmonikusan együttműködni tudó, valóban komoly szakmai presztízzel bíró építészt fogunk találni erre a posztra. Néhány technikai jellegű módosítást szeretnék kérni, hogy vezessünk át az előterjesztésen, ezek kizárólag a határidőkre vonatkoznak, hiszen itt számolnunk kell azzal, hogy föláll az új közgyűlés, és az új közgyűlésnek kell már ezt a pályázatot elbírálni. Ezért javaslom, hogy a határozati javaslatban a pályázat elbírálására vonatkozó határidő október 30-tól 2006. november 30-ra módosuljon, és az egyes számú mellékletben pedig a pályázat beadásának határideje 2006. szeptember 30-ról 2006. október 30-ra módosuljon, az elbírálás határideje pedig október 30-on november 30-ra változzon. Más jellegű módosításom nincs, kérem az előterjesztés elfogadását, köszönöm. Köszönöm, megadom Exner András bizottsági elnök úrnak a szót. Köszönöm a szót, alpolgármester asszony. Bizottságunk tárgyalta ma reggel ezt az előterjesztést rendkívüli ülésén, és egyetértett az alpolgármester úr által elmondott módosításokkal, de némi egyéb módosításokat is tett, javasol. Ezek a módosítások pedig a következők. Az egyes számú mellékletben felsorolja a építészeti igazgató állásának betöltésére kirandó pályázat egyes elemeit az előterjesztő. Itt mi javaslunk az előnyt jelent kategóriában némi módosítást, részben azért, mert hát kapcsolva Bretter Zoltán előző felszólalásához azért magyarosan is kellene fogalmazni. Itt és vagy kapcsolatokat ír az első pontban az előterjesztés. Javasoljuk veszőre kijavítani ezt, hiszen nincs jelentősége annak, hogy most és vagy, hanem egy felsorolási kapcsolat
pontig elég, tehát így szóljon, hogy települési vesző, műemléki szakmérnöki képzettség, vesző, közgazdasági vesző, közigazgatási ismeretek, vesző, közbeszerzésben való jártasság. Ezt azért mondjuk, hiszen az előnyt jelent kategóriában bármelyik megléte előny, bármelyik hiánya pedig nem okvetlenül jelent kizárást a pályázatból. Illetve a megbízás időtartama esetében javasoljuk az induló dátumnak a meghatározását méghozzá 2007. január 1. napjában. Ezt azért mondjuk, hiszen ha az ütemet végignézzük, akkor vélhető, hogy a novemberi közgyűlés tud dönteni a konkrét személy megválasztásában, ugyanis az első közgyűlés, ami az alakuló közgyűlés lesz október végén, az bizottsági, szakbizottsági munkát még nem tud előtte elvégezni, hiszen akkor szavaznak majd a bizottságok összetételéről. Ezért a novemberi közgyűlés fog dönteni. Ha egy egyébként állásban lévő, és mondjuk így, hogy szaktekintély esetében ez egész biztos személyről van szó, akkor ő azonnal szinte biztosan nem tud eljönni erre a posztra, tehát neki is kell valamennyi átmenet, így pedig a legkorábbi időpont értelmezhetően január 1-e vélhető, még akkor is, hogyha egyébként igaz, ami a bizottsági ülésen felmerül, hogy ennek a posztnak a betöltésére mi hamarabb szükség lenne. Tehát bizottságunk módosító javaslata ez a kettő, ahhoz képest, amit alpolgármester úr mondott, és mint említettem, a határidők módosításában így támogattuk, ez a magyarítása a dolgoknak, illetve a megbízási időtartam, az így szóljon, a megbízás kezdete 2007. január 1-től, a megbízás időtartalma 2007. január 1 napjától 2010. december 31 napjáig. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gáspár képviselő asszony, a szó. Köszönöm a szót, alpolgármester asszony. Mindenek előtt szeretném kijelenteni, hogy az építészeti igazgatói állás betöltését és ennek a pozíciónak a kijelölését vagy megfogalmazását ezt helyesnek tartjuk, tehát annyiban, hogy legyen egy ilyen. Azonban maga a pályázati kiírás meglehetősen, elnézést kérek, hogy ezt kell mondjam, Pongyola. Pongyola rendkívül az építészeti igazgató helye és feladatainak meghatározása az LKF szerkezetébe, de az egyes számú mellékletben leírt a kiírandó pályázat gyakorlati feltételeinek a megfogalmazása is meglehetősen végig gondolatlan. Mire gondolok? Először az egyes számú mellékletből mondanám el azt, hogy a megbízás feltételei kör, ez az öt pont, ez, hát hogy mondjam, tulajdonképpen teljesen elfogadható, hiszen az, hogy egyetemi építészeti diplomája legyen egy főépítésznek, vagy egy építészeti igazgatónak, ez ugye minimális feltétel. A 15 éves szakmai gyakorlat szintén ugye normális dolog, persze, hogy legyen szakmai gyakorlata, azon lehetne vitatkozni, hogy ez 10 év legyen, vagy 15 év, vagy 20 év, de legyen a 15 év. Azonban nincs beleírva például, hogy 5 éves vezetői gyakorlata legyen, már pedig itt egy vezetői posztról van szó, ha jól értettem, még hogyha nem is ő a fő vezető itt az LKF-be, hiszen mint tudjuk, alá lesz rendelve az artdirektornak. Azonban mégiscsak valamiféle vezetői gyakorlat kéne. Üdvözlendő a tárgyalóképes angol nyelvtudás, ami most csodálatos módon a megbízás feltételei közé került be. Idáig én közelharcot vívtam az elmúlt években, hogy a lejáró vezetői posztok újra, a pályázatok újra kiírásánál benne legyen ez, legalább valamilyen idegen nyelv tárgyalóképes tudása. Azonban meg kell, hogy jegyezzem, amikor a művészeti direktor pályázatot írtuk ki, noha ott is küzdöttem érte, de a megbízás feltételei között nem szerepel semmiféle tárgyalóképes nyelvtudás megjelenítése az alapfeltételek között. Most pillanatnyilag úgy néz ki majd, hogy az építészeti igazgatónak kell angolul tudnia, főnökének, az artdirektornak azonban nem kell tudnia, miközben az ő szakmai irányítása mellett jár el majd az építészigazgató, amint azt a második számú melléklet tartalmazza mindjárt az első pont. Tehát magyarán a főnöknek kevesebbet kell tudnia, mint a ilyen értelemben beosztottnak, van ez így, ugye legtöbbet a kuktának kell tudnia valószínűleg, és nem a főszakácsnak, hát nyilván itt az összehasonlítás nem pontos. Az előnyt jelent blokknál
És úgy tudom, hogy a közbeszerzésben való jártasság is bekerült a feltételek közé, ez rendkívül fontos. Azonban ez a közgazdasági és közigazgatási ismereteket, ezeket azért nem bagatelizálnám el, mert hogy lehet ezek között vesző, vagy és, vagy kapcsolat, vagy bármi, csak kéne, hogy ennek legyen jelentése. Mit értünk az arat, hogy az illető jártas legyen, vagy legyenek ilyen ismeretei? Hogyan fogjuk azt mérni, hogy az illetőnek van-e ismerete, vagy nem? Teszteket fogunk vele kitöltetni? Vagy kérünk egy közgazdasági kiegészítő képzésről van papírt, vagy a közigazgatási ismereteket? Hogyan mérjük? Hiszen a közigazgatási ismereteknek elég sok szintje van. Aki a Városházán dolgozik, az pontosan tudja, hogy ezeknek milyen szintjei vannak. Ennyit a pályázat kiírásáról. Még annyit megjegyeznék, hogy az, hogy november 30-ra csúszik az elbírálás időpontja, ez nem túlságosan örömteli, hiszen, mint tudjuk, itt a beruházások tekintetében már most nagy csúszások vannak, és az építészeti igazgatónak a feladatköre elsősorban arra irányul, hogy az elkezdődő beruházások milyen arculatot fognak majd ölteni, hogyan jelennek meg, legyen egy egységes kép, tehát a város továbbépítése, települési fejlődése, urbanisztikai arculata valamiféle egységes elképzelés mentén haladjon. Második számú mellékletben, amikor is az igazgatónak az irányítási szerkezetben való részvételéről van szó, itt számos ellentmondásra sikerült bukkannom, és pongyolaságra. Mindjárt az első pont, hogy a művészeti igazgatóval szoros együttműködésben, ez ugye nem jelent semmit a szoros együttműködés, ugyanúgy nem jelent semmit, mint a feladatoknál, hogy a fejlesztési KFT-vel is szorosan fog együttműködni, ezt nem tudjuk, hogy mit jelent az, hogy szoros. Igen. Mit jelent az, hogy szoros együttműködés? Ezt talán definiálni kéne, és azt gondolom, egy feladatkör, hatáskör leírásának a szoros együttműködés nem a megfelelő exakt kifejezés. Azonban a legutóbbinak, tehát ugye a művészeti igazgató legfelsőbb szakmai iránymutatása alapján fogja végezni a munkáját az építész igazgató, ami érdekes, hiszen az artdirektor érteni fog a művészeti kérdésekhez, azonban az építészetihez nem annyira fog érteni. Tehát az ő legfelsőbb szakmai iránymutatása milyen természetű lesz majd, ezt nem tudjuk. Kicsit problémás ez a megjegyzés is. Az összefoglalva, azon kívül, hogy még számos dologba bele tudnék itt kötni, mint pongyolaságba, az, hogy egyszerű lett volna, hogyha 5 mondatban megfogalmazza a városvezetés, vagy aki az előterjesztést készítette, az ugye Bagoly Attila főépítész úr, és Gonda Tibor jegyzi, megfogalmazta volna, hogy konkrétan mit kell csinálni az építészigazgatónak. Mi az ő feladata? Nem azt kell leírni, hogy kivel fog koordinálni, milyen szervezetek munkájába vehet részt véleményezőként, szakmai felügyelőként, stb., hanem mi a dolga. És ehhez képest minden más plusz. Természetes, hogy egy építészeti igazgatót illik meghívni azokra a szakmai grémiumokra, összejövetelekre, ahol a város építészeti arculatáról szó van. Azonban nem kell mindent pontosan leírni, mert a pontos leírás, ugye, hogyha igazán nem tudjuk, hogy mit akarunk leírni, akkor az ilyen pongyolaságokra fog vezetni. Hogy tele van azzal, hogy szorosan együttműködik, koordinálja, egyetértésével kialakított ez meg az. Továbbá fölmerül egy szakmai tím kérdése is. Mi ez a szakmai tím? Ezek után ugye benne van a szövegben, hogy tulajdonképpen ez a mi jó építész főigazgatónk, akit örülünk, hogy lesz ilyen, ez ki fog alakítani magának egy szakmai tímet. Ez mi lesz? Ez egy iroda lesz, egy főosztály lesz, vagy mi lesz? Milyen keretekben fog elhelyezkedni? A hivatalon belül fog elhelyezkedni? Vagy az artdirektor mellé rendelt tímen belül fog elhelyezkedni? Továbbá ez a szakmai tím egyenlő-e az évarccal? Ugyanis az évarc, mint tanácsadó testület megjelenik, hátrébb ugye a szövegbe szintén megjelenik, ami nagyon helyén való, hiszen az évarcot fölállítottuk, mint tanácsadó testületet, nyilván, hogy tanácsot fog adni az építészeti igazgatónak is. Ez egyenlő a szakmai tímmel? Vagy mi ez?
Tulajdonképpen részletekben menőkig többet nem szeretnék mondani, még egy aprócska megjegyzés, hogy minap döntött a Városfejlesztési Bizottság arról, hogy kis táblácskákkal látjuk el majd a műemlék védett épületeinket, vagy legalábbis amíg ott voltam a bizottság ülésen, addig ez még napirenden volt. A város arculatába például ez is beletartozik. Tehát magyarán, amíg az építész igazgató posztja be nem töltődik, addig, hogy mondjam, blokkoljuk, vagy visszaszorítjuk azokat a döntéseket, amik arculati kérdésekben, hogy mondjam, fontosak lennének? Vagy eldöntünk dolgokat, aztán majd, ha meg lesz az építész igazgató január 1-től, ő majd visszavonja? Lesz ő neki erre jogosítványa? Melyek lesznek a jogosítványai? És itt megint csak visszautalnék arra az egy kérdésre, ami az LKF kapcsán folyamatosan és sorozatban felmerül, hogy a szervezeti ábrához nincs hozzárendelve a pontos feladatkör és hatáskör. Ezt végig kell gondolni. Kiírhatjuk az építészeti igazgatót, az artdirektort, mindent kiírhatunk, csak az elejéről kell kezdeni az egészet, hogyha ezek felállnak, mert nem működik pillanatnyilag a szervezeti ábra. Nincs szervezet. Megint csak hangsúlyozni szeretném, hogy az intendatúra rendszere, ami lehet a művészeti igazgató, és egy kiszervezett, kisebb léptékű szervezet kéne, hogy az LKF-nek a programjait és bizonyos szálon a beruházásait is legalább arculati szinten vagy menedzsment szinten valamilyen módon szervezze, tervezze. Addig ebbe csak a káosz fog fokozódni, és megint szeretném hangsúlyozni, hogy késésbe vagyunk, nagyon nagy késésbe vagyunk, és még nagyobb késésbe leszünk. És minden egyes mozdulatunkkal az az érzésem, hogy egyre nagyobb késésbe leszünk. Miközben jót akarunk, mint ez az építész igazgatói álláspályázat kiírása is jó dolog, azonban mégis mindig növeljük azt a késedelmet, amit szenvedtünk már idáig is. Köszönöm szépen. Köszönöm, Bretter képviselő úr. Tisztelt alpolgármester asszony, tisztelt közgyűlés, most ezúttal megfogadom a polgármester asszonynak az iménti intését, és lényeges kérdésekhez is hozzászólok. Szóval a probléma az, hogy ez az előterjesztés úgy fest, hogy eldönt egy kérdést, mégpedig egy nagyon-nagyon fontos koncepcionális kérdést, jelesül azt, hogy igazából nem egy nemzetközi pályázatról van szó. Tehát azt a kérdést fogja ez eldönteni így ebben a formában, ez az előterjesztés, hogy nemzetközi nagy hírű építész erre nem tud jelentkezni. Ennek az oka, ez egy tehát hogy mondjam, ezt nyilvánosan ki kell mondani akkor, hogy nem várunk nemzetközi porondon már megmérettetett pályázókat. Például ugye mondjuk egy korábbi EKE, Európai Kulturális Főváros főépítésze ide már nem jelentkezhet, hiszen olyan feltételrendszer közé kellene illeszkednie, amit nem tud teljesíteni. Én ezt nagyon szomorúan veszem, hogyha ez így van. És szomorúan veszem azt is, hogyha ez nincs kimondva. Mert akkor becsapjuk saját magunkat, hogyha ezt nem mondjuk ki. Én persze azon lettem volna, vagy azt szerettem volna látni, hogy nyitottá tegyük, és legalább Európa fele kinyissuk a pályázandóknak, vagy a jövendőbeli pályázóknak a körét. Most ugye mi is az, ami eldönti ezt a kérdést? Egy belső rendszerbeli probléma, ami nincs eldöntve. Ki is lenne az építészeti igazgató? Az építészeti igazgató a város főépítésze, vagy az EKF-nek a főépítésze? Ez a két dolog összekeveredik ebben az előterjesztésben. Van, amikor szerencsésen, van, amikor kevésbé. Ugye például az a második számú mellékletben az a kitétel az építészeti igazgató feladatai között, hogy felel a város egységes arculatának meghatározásáért és az arculati elemek megjelenítéséért, ez azért mégiscsak arra utal, hogy az egész város főépítésze lesz, és nem csak az EKF-nek a főépítésze. Még egyszer mondom, van, amikor ez szerencsés, van, amikor kevésbé az. Amikor kevésbé az, tehát ez például akár szerencsés is lehet, de kevésbé az, amikor neki be kell illeszkedni az önkormányzat hivatali és közigazgatási struktúrájába.
Tehát bizonyos értelemben ugye azt mondja, hogy szervezi, ugye megint ebből a második számú mellékletből olvasom, szervezi a döntés előkészítések szakmai vitáit, rögzíti, összefoglalja azok eredményeit, és előkészíti a vonatkozó testületi határozati javaslatok szakmai szövegezését. Ez ugye azt jelenti, hogy lényegében behozzuk a városházára a főépítést, a közigazgatási rutin egyik szereplőjévé tesszük, és innentől kezdve, hát hogy mondjam, bizonyos értelemben megkötjük a kezét, bizonyos értelemben függetlenségét hát korlátozzuk. Ugye nem derül ki ebből az előterjesztésből az sem, ezt már Gáspár Gabriel képviselőasszony feszegette, hogy milyen intézményi struktúrába illeszkedik bele ez az építészeti igazgató. Egy dolgot nem látok világosan. Hol az a szerve, az, hogy van tanácsadó testülete, az rendben van. De hol vannak az emberek, akik dolgoznak neki? Azokat ki fogja fizetni? Azok milyen intézményben fognak egy széket kapni? Tehát az, hogy feladatokat adunk neki, de körülményeket nem biztosítunk, hát egyrészt, hogy mondjam, hogyha valóban nem nemzetközi a pályázat, mint ahogy a kiírás ezt sugalmazza, akkor jó is, hogy így van, mert hogy senki nem vállalná el azt, hogy nem kap egy szervezetet, amit irányíthat. Tehát nem kap munkatársakat, és nem kap fizetett szakértőket. Az, hogy van egy tanácsadó testülete, ez teljesen rendben van. Tehát én azt gondolom, hogy olyan koncepcionális kérdések nem dőltek el, részint nem dőltek el e pályázat kapcsán, részint pedig maga a pályázati kiírás eldönt, ami hát elég nehézé teszi azt, hogy egy olyan, még egyszer hangsúlyozom, nemzetközi szintű szakember pályázon erre, akire egyébként az EKF-nek szüksége volna. És hát megint csak egyet kell értenem abban a tekintetben Gáspár Gabrielával, hogy megint jót akarunk, és közben késleltetjük a dolgokat. Tehát, hogy kettős lelkű vagyok ennek az előterjesztésnek a kapcsán. Mert ugye azt mondtuk már a művészeti igazgató kapcsán, hogy a szervezeti háttér annyira kusza ebben a pillanatban, hogy hát elég nehezen tudnánk megmondani, hogy mi is a feladata a művészeti igazgatónak, vagy az építészeti igazgatónak. De akkor elmondtuk, hogy ha nem tesszük rendbe ezt a szervezeti hátteret, akkor itt valódi szakemberek nem nagyon fognak tudni dolgozni. De ugyanakkor viszont azt azért mondom, hogy kettős lelkűek, mert hogy ugyanakkor viszont szükségesnek tartom a mi hamarabbi kiírást. De szóval nagyon-nagyon nehéz, és most tényleg semmi egyéb célja nincs a felszólásomnak, hogy ezeket a dilemmákat elmondhassam, hogyha ezeket nem tudjuk megoldani, már pedig úgy tűnik, hogy nincsenek megoldva a jelzett dilemmák az előterjesztésen belül, akkor egyszerűen hát nagyon nehéz ezt az EKF-et sikerre vinni. És még egyszer mondom, semmi egyéb cél nem vezérel, csak az, hogy hát valami világos feltételrendszert próbáljunk teremteni. Ez ennek az előterjesztésnek a kapcsán sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem lesz világos az építészeti igazgató vonatkozó feltételrendszer. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mikes képviselőasszony. Köszönöm szépen. Mivel hogy ketten már előttem elég részletesen utaltak itt a hibákra, én azért is tényleg tanástalan vagyok, hogy hogyan kezdjek ennek neki. Hát, hogyha az ember szervezetet épít, akkor ugye leül egy papír elé elsősorban is tisztázza azt, hogy ezen szervezet például milyen jogviszonyokban, milyen módon fogja a tevékenységét végezni, mi ebbe az államigazgatás, mi ebbe az önkormányzat, mi ebbe az üzleti szféra, milyen különböző civil véleményalkotások, egyeztetések, tanácsadások, amik ebben indokoltak, jók, vagy várhatóak, elvárhatóak, és akkor próbál ebből valami működőképes szervezetet csinálni. De egyébként megint mondom, hogy nem hátrányos egyébként a magyar
hát szakmai nyelvezetben is teljesen pontosan definiálta a jelenlévő terminus technikusoknak a használata, amit elmondtam a múltkori közgyűlésen is, hogy kikit irányít, kikit felügyel, kikit utasít, kikinek felel. Ezek egyébként ezek létező fogalmak. Egyébként a cégeknél is, ugye ott is egyetemen is tanítják, vannak is olyan emberek a Városházán és a testületben is, akik pontosan nálamnál sokkal jobban tudják ennek egyébként szakmai menetét, és az államigazgatásban is ismeretes ezeknek a fogalmaknak a használata. Ha egy-egy szót használok, akkor a hozzáértők tudják, hogy annak mi a tartalma. Ezt azért mondom, mert mindjárt az építészeti igazgató helye az LKF program irányítási szerkezetében mindjárt az első mondat egy öröm, ami egymás után azt mondja, hogy a művészeti igazgatóval szoros együttműködésben, annak szakmai iránymutatása alapján. Most akkor mit utasítja, vagy nem utasítja? Kikinek van alárendelve? Együttműködnek, vagy az egyik a másiknak az utasítását el kell, hogy fogadja? Vagy mi van? Én annak lennék egyébként elvileg is és gyakorlatilag is abszolút támogatója, hogyha végre kibontakozna ez a helyzet arra, hogy van vagy egy felelős a Városházán kívül, mondjuk egy projektcég vagy egy projektteam, amelyik bír vagy egy személyi felelősséggel, vagy több pontosan körülhatárolt és definiált felelősségi kör élén álló egy-egy személlyel, hogy pontosan tudjuk azt, hogy ki miért felelős. Én továbbra sem tudom. Ilyen, hölgyeim és uraim, ilyen nincs, hogy az építészeti igazgatónak a jegyző jóváhagyását követően utasítási joga lenne a hivatalon belül. Hát ilyen nincsen. Hát akkor itt lenne indokolt az, hogy együttműködik a hivatallal. És ez nem úgy működik, hogy napi menetben szól, hogy mit kéne a hivatalnak csinálni. Hát ilyen nincsen. Hát előre kéne tudni, mi a hivatal dolga ebbe a fejlesztési folyamatban, hát azt lehet tudni. És akkor azért természetesen felelős a jegyző a hivatalért, megfelelős a városvezetés azért, hogy mi történik ebbe a házba. Megfelelős a művészeti igazgató valamiért, meg kéne most már egy személyi felelősöket is találni. A múltkori tárgyaláson hát egy picit úgy tűnt, mintha felvillanna egy zseblámpa az alagút végén, amikor beszéltünk arról, és ezt többen el is mondták, hogy ugye 6 projektről beszélünk, 5 fejlesztéséről, a 6. meg a program. Akkor én föltettem azt a kérdést, hogy akkor ezek szerint a művészeti igazgató az a programprojektnek, ilyen módon a plusz egy projektnek az egy személyi felelőse, mert az rendben van. Több olyan válasz született, hogy igen, ezt értem, ezt teljesen rendben lévőnek is tartom, meg azt is, hogy nyilvánvaló a programok tekintetőben ő nyilvánítson véleményt egy sor más dologra. Na de hát itt különböző dolgokról beszélünk, ugye? Vannak egyszer ingatlan fejlesztéseink, amik tipikus, hogy úgy mondjam, az üzleti szférában mozgó, természetesen azért a művészeti célkitűzéseket nem nélkülöző, de ezek egyszerűen egy földhöz ragadt üzleti menedzsmentet igénylő dolgok. Meg van egyszer egy programprojektünk, amit úgy gondoltam, hogy a művészeti igazgatóval tisztázott. Vagy hogy még példát mondjak, hogy az építészeti igazgató tanácsadó testülete az Évarc, tehát az építészeti és városarculati tanács. Én nagyon örülök az ő közreműködésüknek, de hát mindenfajta tanácsadó testületnek a politikai döntéshozó szintjén van a helye, nem a végrehajtónál. Hát hölgyeim és uraim, hát az, hogy civil vagy művészeti véleményeket milyen módon respektál vagy fogad be a város, és milyen módon vesz igénybe vagy vesz tekintetbe, az nyilvánvaló az a politikai szintére jelentkezik, hiszen a város vezetése, a testület hoz döntéseket, abba kell, hogy belefoljon véleményként, természetesen ilyen módon ezek a szakmai meg művészeti meglátások. A végrehajtónál már nincsen véleményezés, hölgyek, urak. Hát a végrehajtó arra van, hogy végrehajtsa azt a feladatot, amit megkapott a döntéshozótól. Tehát olyan helyzetet állítunk elő, amiben olyan állapotba fogjuk majd ezeket az embereket hozni, hogy nem lesznek képesek a feladatuknak megfelelni. Például ezt egy mondatba kimerem jelenteni, hogy sem a művészeti igazgatónál, sem az építészeti igazgatónál, amely poszttal akkor, ha jól definiált lenne, akkor én egyetértenék, mert azt gondolom, hogy ugyanúgy kellene egy úgynevezett építészeti fővonal, mint ahogy egy művészeti fővonal, de hogy például ő most, ez szerint, a szöveg szerint, amiben mindenkivel baromi szorosan együttműködik, csak éppen az nem derül ki, hogy meg, már megint, hogy ki utasít kit, meg ki van ki fölött, meg ki ad feladatot kinek.
az, hogy ő most például döntéshozó-e, véleményformáló-e, vagy végrehajtó-e, az egyszerűen nem derül ki. Mert egy csomó dologért felelős, hogy azt ő hajtsa végre, egy sor kérdésben hallgassa meg ennek, annak, amannak a véleményét, de ha már meghallgatta a véleményét, akkor gondolom ez nem lárpúrlár, tehát nem rászabjuk penzumként, hogy most hallgassa meg valakinek a véleményét. Az ember azért szokta meghallgatni valakinek a véleményét, hogy eldöntse, hogy hallgat rá, vagy nem hallgat rá. Na de ő akkor kap egy feladatot, tegyük fel, hogy annak úgy kell lennie, mert valahonnan csak kap feladatot, meg gondolom nem úszik a bárány felhőségen. Majd egy abszolút elfogadható és indokolt meglátása van az évarcnak. Jó. És akkor ő, mint végrehajtó, akkor eldönti, hogy nem úgy hajtja végre azt a feladatot, amit kapott, mert az évarcnak más a véleménye? Vagy hogyan van ez? Hát nem kéne végre leülni. Tényleg, hát tisztelt testület, egy szervezetet fölépíteni. Higgyék el nekem, az is egy szakmai tevékenység. Az ugyanolyan szakmai tevékenység, mint egy főépítészi vagy egy művészeti igazgatói poszt. Ez egy nagy város, egy jó felszerelt, szakemberekkel rendelkező, komoly szakmai kapacitásokkal rendelkező hivatallal. Hát nem igaz, hogy nem lehet leülni és fölrakni egy szervezeti ábrát, egy működési ábrával, és mellé rendelni feladatokat és hatásköröket. Hát, szóval a feladatok és hatáskörök hozzárendelése nélkül ezt nem lehet megcsinálni. Ugye erre azt szoktuk mondani, hogy az ember fölrajzol egy táblát egy szervezetről. Kikinek a kie, ugye? És utána azt szoktuk mondani, hogy jó, akkor mozdítsuk meg. Hogyan mozdítjuk meg? Úgy, hogyha feladat és hatásköröket rendelünk mellé. És akkor a feladat és hatáskörök, illetve az ábrának az alá fölé rendeltségi, ellenőrzési, utasítási viszonyai alapján, akkor kirajzolódik előttünk térben egy szervezet, hogy az hogyan fog működni. És hogyha utána azokat a posztokat, pontokat behelyettesítem szakmailag jó felkészült emberekre, akkor ugye az úgy kezdődik, hogyha valaki egy, most hadd fogalmazok így idézőjelben, egy állást elfogad, akkor ugye szokott kapni egy papírt, hogy neki mit kell csinálnia és miért felelős. Jelen pillanatban mondjuk, ha most majd érdeklődik egy potenciális pályázó, és megkérdezi, hogy mit kell neki csinálni, akkor azon kívül, mint hogy azt mondjuk neki, hogy marhára szorosan együtt kell működni mindenkivel, mit kell neki csinálni? Hát itt a konkrét ingatlan projektektől és ingatlan fejlesztési tevékenységtől a nem tudom én, még minden van. Hát végre külön kéne választani, hogy mi az, ami a fejlesztési tevékenység, gazdasági tevékenység, művészeti tevékenység, ilyen-olyan-amolyan szolgáltatások, véleményalkotás, civil szervezetek, államigazgatás, önkormányzati hatáskörök. És azért, tényleg az ember azért próbálkozik újra és újra, mert szerintem ma nincs ember, aki meg tudja mondani, természetesen a lebegő politikai felelősségeken túl, mert azt nem tudjuk magunkról elhárítani, ki a maga porcióját belőle. De azon túl, hogy itt most ki miért felelős, és akkor, hogyha majd egyszer, ne adj Isten, elkezdünk felelősöket keresni, a homályos politikai felelősségen túl ki mit mulasztott, azt szerintem ember nincs, aki meg tudja mondani. Hogyan mondhatném én bárkire, hogy elmulasztott valamit, ha elfelejtettem vele közölni, hogy mit kéne neki csinálni. Azon túl, hogy látok természetesen a pályán sok jó szándékú embert, házon belül, házon kívül, a már a cégekben dolgozókon is, aki próbálja a saját maga számára definiálni, hogy tulajdonképpen mi a turót neki kéne neki ahhoz csinálni, hogy egy kicsit előrébb haladjunk. Én már tényleg azt gondolom, hogy nem fogunk ezzel boldogulni október 1-e előtt, de mindaddig, amíg... Szóval én, és hadd tegyek fel egy kérdést. Mert próbálunk profi kapacitásokat igénybe venni. Arra, hogy szervezetépítés, arra próbáltunk profi kapacitást igénybe venni? Mert ugye ez egy a piacon megkapható szakértelem. Tehát ennek van egy logisztikai része, ami a piacon megvehető. Amit majdnem, hogy független attól, egy természetesen csak részben, majdnem, hogy független attól, hogy mit fogok gyártani, vagy fölépíteni, vagy ingatlant fejleszteni, vannak jó bevált modellek. Most nem csak a kulturális fővárosok együttműködésében vagy tapasztalatcseréjében, hanem egyáltalán vannak menedzsment modellek. Hát azért nézek például alpolgármester úrra, aki közgazdász, és nyilvánvalóan nálamnál ez sokkal jobban tudja. Hát vannak igazgatási modellek, menedzsment modellek.
amikből összerakható egyébként minden gond nélkül, hogy hogy kell kinézni egy célmenedzsmentnek. Hát nem tudok már, ez egy célmenedzsment, amiről beszélünk. Egy speciális célmenedzsment. Speciális a céljában, speciális a nagyságrendjében, és speciális egyébként az önkormányzatisággal és az államigazgatással való együttműködésében. De egyébként abban nem speciális, hogy célmenedzsment modellek, azok hozzáférhetőek, rághatóak. Hát miért nem próbálkozunk már valami módon ennek figyelembevételével? Köszönöm szépen. Köszönöm, R. képviselő úr. Köszönöm a szót, a polgármester asszony. Az előttem szólók úgy gondolom, hogy elég részletesen elmondták, hogy ezzel a poszttal kapcsolatosan milyen aggályaink vannak. Én szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy nem a poszt létrehozása az alapvető probléma, hanem az, hogy nincs pontosan exakt módon meghatározva ennek az építészeti igazgatónak a feladata, a helye. Éppen ezért. Én úgy gondolom, mivel építészeti igazgatóról van szó, szeretnék egy módosító javaslatot benyújtani, és pedig a kettes számú mellékletben az építészeti igazgató feladataihoz még egy pontot hozzá szeretnék fűzni, és pedig a következő szöveget. Tehát az építészeti igazgató egy személyben felelős az EKF projektek építészeti megvalósításáért, műszaki lebonyolításáért, a projektek határidőre történő megvalósításáért és műszaki megfelelőségéért. Ezzel én úgy gondolom, hogy nagyon egyszerűen meghatároztuk a feladatát, mert az előzőleg felsorolt részfeladatoknak a nagy részét ez betakarja, és teljesen világos feladatot adtunk az építészeti igazgató számára. Gyakorlatilag, ami építészeti jellegű az EKF-n belül, az teljes egészében az ő reszortja és az ő sárja, ha szabad így fogalmazni. Sara. Köszönöm. Egy szóval, ezzel szeretném kérni a tisztelt közgyűlést, hogy ezzel segítsük elő az EKF projektnek a megvalósítását, ugyanis ha bizonytalan helyzetbe hozunk újabb és újabb vezető pozícióban lévő EKF-fel foglalkozó embereket, azzal semmiképpen nem fogjuk előre mozdítani a dolgot, hanem pont ellenkezőleg bizonytalanságot teremtünk, és végső soron megkérdőjelezzük az EKF-nek a megvalósítatóságát, amit nagyon-nagyon nem szeretnék. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gáspár képviselőasszony. Köszönöm, rövid leszek, megígérem. Valóban Bretter úrra szeretnék reagálni. Valóban nehéz szétválasztani a feladatkörbe a jelenlegi főépítész és a leendő építészeti igazgató feladatát. Annál is inkább, mert van is átfedés, hiszen az nincs tisztázva, hogy az építészeti igazgatónak csak az EKF keretében épülő nagy projektekben készülő épületek arculati kérdései a dolga, vagy esetleg a városban épülő összes épület arculati kérdése is, és ez egy fontos dolog egyébként, mert ez viszont a főépítésznek lenne dolga, csak idáig nem dolga. Nem volt dolga, hogy arculatot tervezzen. Tehát ezt ajánlom melegen az előterjesztő figyelmébe, hogy valahogy ezt tegyük bele, hogy akkor terjesszük ki az ő feladatát a nagy beruházásokon kívül, a városban elfogadandó, de hát ez meg ugye igazán a főépítésznek a feladatát kéne ezzel kiterjeszteni, vagy a kettejük között létrehozni egy szálat, ami ugye megint hatásköré irányítási jogosítványok kérdése. De ezt be is fejeztem. Erre indított az a harmadik pont a feladatkör megállapításánál, hogy tudni, koordinációs tevékenységet végez a beruházások magán résztvevőivel, amelyeknek során képviseli a város és az EKF projekt szakmai szempontjait. Na most ugye ez a mondat, ha akarom, vemhes, ha akarom, nem, tehát ez bármire érvényes. Ugyanis magánberuházók, magán résztvevők a városba számtalan akad. Tulajdonképpen el tudom képzelni, hogy ez kiterjedjen az EKF projekt szűk területén túlmenően is a város egészére. A másik, ami miatt igazán szót kértem, az az, hogy itt van nálam az a bizonyos anyag, amit a múltkori közgyűlésen július 19-én elfogadtunk, a támogatási szerződés fejlesztési projektek előkészítése. Itt kérem szépen olyan határidők vannak, hogy az ajánlati felhívások közzétételének határidejét mondom, 4 nagy projekt esetében, 2006. augusztus,
2006. október, 2007. január, és ezzel a konferenciaközponton, tudásközponton, nagy kiállítótéren és Zsolnain végig is mentünk. Tehát legkésőbb 2007. január az utolsó, amiben a Zsolnai negyedet, mint tervpályázatot ugye kiírjuk. Igaz? Na most január 1-jel fog ez az építész igazgató belépni a munkakörébe. Megkérdezem én, hogy ezeknek a nagy beruházásoknak azon előkészítésébe, ami a tervpályázatok kiírását illeti, ahol bizony bizonyos műszaki paraméterek, feltételek, opciók már le vannak fektetve, mit fog ezekkel csinálni? Tehát jogos az, amit ERP képviselő társam mondott, hogy bizony ennek az építész igazgatónak, ha beruházások lebonyolítására nem találunk ki valami feladatot, akkor gyakorlatilag alig lesz dolga. Mert kérem szépen, passzé a dolog. Tehát ezt az építészeti igazgatói állást ezelőtt fél évvel vagy egy évvel kellett volna csinálni, hogy ne nyüglődjünk annyit azzal, amikor kiírtuk a konferencia központ tervpályázatát, mert én emlékszem, hogy háromszor járta meg a közgyűlést, mire egy olyan született, amit ki lehet adni a kezünkből. És így van, a többi projektet meg még nem is láttuk. Tehát azért én azt mondanám, hogy az az eredeti határidő, az október 30, még az is késő, hiszen az artdirektor is ki lesz jó esetben nevezve szeptember végén. Ugye? Szeptember végére elvileg döntés születik. Most miért nem lehet ezt valahogy gyorsított eljárásba, hogy a kettő legalább egymáshoz viszonylag közel szülessen meg, hiszen nekik együtt kell dolgozni, az egyiknek ez a dolga, a másiknak a művészeti az a dolga. Tehát nekik együtt kéne dolgozni, és nem fél éves csúszással belépni az építészeti igazgatónak. De lehet, hogy túlságosan ilyen nagyon egyszerű szemléletbe közelítem meg, itt vannak kötelező határidőink. Ennyi az egész. Én javaslom, hogyha lehet, állítsuk vissza az eredeti pályázati beadási, meg kiírási határidőt, mert nagyon késő lesz. Amennyiben a szegény építész főigazgató nem tud fölmondani az előző munkahelyén, azért nem ördögtől való az, hogy azért ide utazgasson, vagy részt vegyen attól még a munkába, hogyha nem is áll főállásba, rögtön munkába. De részt kell vennie, itt kell lennie, különben el fog késni. Köszönöm szépen. Gonda Tibor alpolgármester úrnak adná meg a szót. Tisztelt közgyűlés, azt gondoltam, hogy ezt az előterjesztést nagyobb örömmel és támogatással fogja fogadni a közgyűlés. Azért érzem magam nehéz helyzetben, mindig könnyebb úgy egy előterjesztőnek reagálni az elhangzottakra, amikor azt hangsúlyozom, hogy milyen sok pontban egyetértek az előttem szólókkal. Most viszont le kell szögezzem, hogy sem Gáspár Gabri Árásával, sem Mikes Évával az elhangzottak zömében nem értek egyet, de ha részletes vitában mennék, akkor félek, hogy órákig terhelném a közgyűlés idejét, és ez nincs szándékomban. Egy-két dologra azonban úgy gondolom, hogy illik reagálnom. Az egyik, hogy szeretném leszögezni, hogy azt a munkatervet, amit a nagy projekt tárgyalása kapcsán elfogadtunk, ez az előterjesztés semmiben nem lassítja. Valóban kimarad az a munkafázis, amit Gáspár Gabriára kifogásolt, hogy a tervezési pályázatok írásában nem tud aktívan részt venni az építészeti főigazgató, ezt tudomásul vettük. Kimarad ez a fázis, viszont az elbírálásában már részt tud venni. Tehát ilyen szempontból ez a munka folytatódhat, várhatóan a szeptemberi közgyűlésen pont kerül mind az öt kulcsprojekt helyszínére, tervezési pályázat kiírására. Tehát az ősszel ezek megjelenhetnek, készíthetik a mérnökök a terveket, és mire az elbírálásra kerül sor, akkor az építész igazgató ebben a munkában már részt vehet. A másik ilyen kérdés, hogy egy struktúrát mennyire lehet leszabályozni, vagy mennyire nem. Itt azért mi egy független értelmiségit szeretnénk, egy nagy szaktekintélyt, aki nem egy katonai struktúrába, egy hierarchikus rendszerben, mondjuk egy laktanyába század parancsnoknak fog belépni, ahol minden egyes mozzanatát le lehet szabályozni. Itt egy olyan embert várunk, akiknél az ilyen szoftos megfogalmazás is helytálló, hogy harmóniára törekszik, hogy konstruktív, hogy kompromisszumokat keres. Ezért én azt állítom, hogy ennél merevebb struktúrát nem tudunk létrehozni, és főleg egy kiírásban nem tudunk szabályozni. Még azért is furcsa és felemás a helyzetünk, hogy azt is deklaráltuk, hogy nem feltétlenül köztisztviselőt keresünk. Tehát az apparátusi struktúránkba bejön egy nem köztisztviselő, egy más jogállású ember. Abban bízhatunk, hogy egy olyan szakmai program mentén fogja a pályázatát elkészíteni, meg fő célja az, hogy a következő életének 3-4 évét erre az ügyre szánja, és mindent megtesz a siker érdekében.
Tehát ezért azokkal a megjegyzésekkel, amelyek a struktúrát boncolgatták, nem értek egyet. Van világos struktúránk, amit a múlt közgyűlésen elfogadtunk, erre készült is egy ábra, ebből kiderül, hogy közvetlen a közgyűlésnek tartozik számadással, a közgyűlés alárendelve évenkénti beszámolási kötelezettséggel, és világos, hogy neki szükség van segítőkre. Én úgy gondolom, hogy azzal a döntésünkkel, hogy lehetővé tettük, hogy az apparátusi létszámot bővítsük 3 fővel, ezzel bevárjuk a főépítészt, és az ő javaslatait figyelembe véve fogunk létszámot bővíteni. Hogy hol legyen az apparátusi struktúrában, én azt gondolom, az a tisztességes magatartás a részünkről, ha megvárjuk az új legitimen megválasztott közgyűlés, hogy fölálljon, hiszen adott esetben a polgármesternek lehet a főosztályok tekintetében is új elképzelése, vagy az új közgyűlésnek lehet ilyen. Tehát ma én nem tudom megmondani, hogy minden bizonnyal a városfejlesztési főosztályon a főépítész úr szobája mellett irodában lenne a legjobb helye, hogy a napi operatív kapcsolat biztosítva legyen. Lehet, hogy a következő polgármester annyira fontosnak tartja ezt a területet, hogy mint ilyen kvázi stratégiai tanácsadó közvetlen maga alá rendelve az ő szomszéd szobájába kívánja elhelyezni. Tehát ezért gondolom, hogy jelen helyzetben a struktúrát ennél jobban leszabályozni, mint ahogy ezt tettük, nem lett volna ildomos, nem lett volna szabad. Bretter Zoltán úr hozzászólásával nagyrészt egyetértettem, olyan gondolatokat vetett föl, amely magamban is megfogalmazottak, az egyik ez az európai nyitottság. Különösen indokoltnak éreztem volna ezt a művészeti igazgató esetében. Az építész igazgató, ez is egy szempont, hogy mondjuk egy külföldi hozhat be új szemléletet ide. Nagyobb kitekintésé lehet például ilyen nagy projektekbe, viszont legalább olyan fontos szempont szerintem, hogy a hazai jogrendszerben, az eljárásokban, az építészeti előírásokban abszolút perfekt legyen. Nincs tanulóidőre lehetőség, hogy ezeket elsajátítsa. Ráadásul azt gondolom, hogy a hazai középgenerációs építésztársadalom nagyon innovatív, nagyon progresszív, rendkívül jó szakemberek vannak, nemzetközi mértékben is, tehát én biztos vagyok benne, hogy ez, vagy legalábbis nagyon bízok abban, hogy ez sok építész kollégának egy életre szóló kihívás lesz, és meg fogják pályázni ezt a pályázatot, és tudunk jó embert. Tehát egyetértve Bretter Zoltánnal, hogy ez az európai kitekintés nagyon fontos, azt gondolom mégis a jelen posztra jobb, ha a hazai gyakorlatot ismerő ember fog jelentkezni. Szintén Peter úr forszírozta a főépítész és az LKF igazgató viszonyát. Éppen azért nem használjuk azt a kifejezést az előterjesztésben, hogy LKF főépítészt akarunk választani, hogy ne legyen ez a zavar. A főépítészünknek egy sokkal kiterjedtebb feladat és jogköre van, törvényileg szabályozott feladatai. Az építészigazgatónak viszont kimondottan az LKF projektekkel kapcsolatban lesznek feladatai, hogy hol a határ. Gáspár Gabriella boncolgatta ezt, valóban nem lehet meghúzni, hiszen nyilván mondjuk egy rózsadombi panel színezési kérdésével nem kell LKF főigazgatónak foglalkoznia, de a belvárosi házak arculatával ottal a köztér rekonstrukció zajlik, magától értetődő, hogy együttműködve a főépítésszel és az egyéb illetékes kollégákkal kell foglalkoznia. Tehát az élet szerintem majd adja, hogy hol a határ, ezt megint nem tudjuk lemerevíteni. Egyértelmű az 5 kulcsprojekt, de az egyik kulcsprojekt az 5-ből pont a közterület rekonstrukció, ami majdnem egész városunkat érinti. Tehát ilyen szempontból valóban a város arculatban egy széles körben véleményt kell nyilvánítani az építészigazgatónak. A feladatát nem fogja légüres térben végezni, mint ahogy Bretter úr is föltette ezt a kérdést. Ezért egyrészt szándékunkban áll néhány fővel az apparátust megerősíteni, ezzel bevárnánk az építészigazgatót, hogy javaslatot teljesen, hogy milyen típusú munkatársakat venne föl. Természetesen magától értetődően ők az apparátus részei lennének, így munkáltatói jogokat a jegyzőasszony fogja fölöttük gyakorolni, és ilyen szempontból nem teljesen nem helytálló, hogy Mikesével fogalmazott azt, hogy a jegyzőn keresztül gyakorolja ezt a jogot. Lehet, hogy önök számára nem köztudott, de az alpolgármestereknek sincsen direkt módon munkáltatói joga. Számomra ez mégsem jelentett az elmúlt 4 évben problémát. Általában a kollégákban is megvan a tisztességes együttműködési szándék, tehát ha az alpolgármester vagy majd az építészigazgató megfogalmaz egy kérést, akkor a kolléga legjobb tudása szerint végrehajtja. Nem, akkor még mindig megvan a lehetősége, hogy a jegyző asszony mérlegedésére bízza, hogy utasításba adja el az adott kollégának azt, hogy ezt a feladatot hajtsa végre, vagy nem. Nekem a 4 év alatt egyszer nem kellett a jegyző asszony ilyen típusú segítségét kérnem, mert annak ellenére nincs munkáltatói jogom, azért sikerült a kollégákkal a megfelelő munkakapcsolatot kialakítani. Emellett
van egy tanácsadó szervezetünk, az Évarc, amely nagyon jó és hasznos tanácsokat ad. Ez rendelkezésére fog állni az építészigazgatónak is, és szándékom szerint, de nyilván ebbe az új közgyűlés dönt, valamiféle operatív büdzsére is szüksége lesz az építészigazgatónak. Ez lehet, hogy az Európa Ház KHT-hoz lesz rendelve, de nyilván, hogyha egy pár százezer forintos adhok tanulmányt kell megrendelni, akkor nem lenne jó, ha ez a mobilitása ne lenne meg, hogy mindig a közgyűlés elé kelljen hozza az ilyen típusú kéréseket. Tehát én magától értetőnek tartom, hogy operatív büdzsét is létre kell hoznunk a számára. Amit tervképviselő úr javasolt, azzal én tulajdonképpen a szándékával egyetértek, csak a megfogalmazásában túl szigorú. Tehát alapvetően azért vegyük tudomásul, vagy gondoljunk arra, hogy az Európai Kulturális Főváros projektél a Városháza részéről az alapvető személyi felelősség a polgármesteré. Nyilván a polgármester ezeket a felelősségeket delegálni fogja, és nyilván azért zajlanak különböző munkafolyamatokra közbeszerzések, vagy a közbeszerzéseken kiválasztunk további felelősséget. Mondjuk a műszaki lebonyolításért lesz egy közbeszerzésen nyertes felelős. Ennek a személyi felelősségét ilyen direkt módon, ahol Erbúr mondta, nem testálhatjuk át egy alkalmazottra, de az, hogy a munkakörében ez a három tétel, amit javasoltál, tehát hogy a műszaki lebonyolításért, a határidő betartására és a műszaki megfelelőségért ő mindent tegyen meg, és ez legyen a munkájának a fókuszába, ezzel egyetértek. Tehát ezt tudjuk így enyhíteni, és ez bekerüljön, akkor ezt befogadom, mint előterjesztő. Csak ne legyen félreértető, hogy minden felelősséget az ő vállába tettünk, mert ebbe a hierarchiában azért sokunknak van felelőssége, a leendő polgármesternek, a témafelelős alpolgármesternek, az adott főosztályvezetőnek, a jegyzőasszonynak, nem ragozom, és azoknak a cégeknek, akik elnyerik ezt a feladatot. De ha így egyetértünk, Jóska, akkor ezt a típusú megfogalmazást, tehát hogy majd pontosítom a jegyzőkönyv számára, remélem a közgyűlés értette, hogy miről van szó, hogy ez a terület legyen a munkájának a központi fókuszában, és tegyen meg mindent, hogy ez a három dolog hibamentesen megvalósuljon, és tehát határidőre elkészüljenek az objektumok, hogy a műszaki lebonyolításban ne legyen semmi probléma, és hogy az elkészült objektumok 100%-ig megfeleljenek a műszaki elvárásoknak, előírásoknak. Ezzel javaslom akkor én is kiegészíteni az előterjesztést. Köszönöm, Bretter Zoltán. Tisztelt a polgármesterek! A Gonda Tibor alpolgármester úrnak a válasza sok mindenre fényderített. Most két dolgot szeretnék javasolni, hogy az én általam is említett szempontok valamelyesbe kerüljenek esetleg az előterjesztésbe. Két nagyon rövid módosító javaslatom volna. Az egyik az, hogy ugye az egyes számú melléklet megjelöli azt, hogy a pályázatnak mit kell tartalmaznia. A második pontban szerepel az, hogy az igényelt tárgy és anyagi feltételek megjelölését. Ugye itt Gonda Tibor alpolgármester úr azt mondja, hogy tulajdonképpen megjelölhet esetleg 10 embert, mint feltétel, de hát igazából 3 fog rendelkezésre állni, tehát azért vagy legalábbis itt van egyfajta bizonytalanság, de nem erre akarok most utalni igazából, hanem azt, hogy vegyük be azt a szót, hogy szervezeti. Tehát, hogy jelölje meg, adjuk meg az esélyt a főépítésznek, hogy gondolja végig a rendelkezésre álló anyagok alapján, amit itt az imént Gonda Tibor alpolgármester úr is bemutatott és felmutatott, hogy nézze meg, hogy ő ebben a struktúrában hol tudja elképzelni a legjobban a tevékenységét. Én afelé szeretném azért, még mindig van egy olyan érzésem, hogy jobb volna minél függetlenebbnek lennie, és nem minél inkább betagozódnia. Tudom, ez itt kiderült, hogy ez így mozgó határ, tehát nehezen megvonható, és így tovább nem akarom elismételni a vita pontjait, csak azért adjuk meg az esélyt arra, hogy a pályázó bemutassa, hogy milyen szervezeti feltételek mellett szeretne esetleg dolgozni. És a másik javaslatom, hogy a bírálóbizottságban akkor legalább itt érvényesítsük a nemzetközi szempontot, és mondjuk azt, hogy
egy, hogy meghívunk ide valakit valahonnan, most nem tudom ennek pontosan a megfogalmazását, aki ezt elvállalja, tehát egy külföldi építészt. Lehetőleg olyat, aki korábban részt vett európai kulturális fővárosok pályázataiban. És nem akar esetleg pályázni, mert tudunk olyanról, aki azt mondta, hogy azért nem akarna mondjuk a bíráló bizottságban részt venni, mert maga is pályázna. Hát nyilván most már nem fog, hogyha ezt meglátja, mert igazából ez lényegében kizárja a nemzetközi pályázatokat. De legalább a bíráló bizottságban érvényesítsünk ezt a nemzetközi szempontot. Ez a két javaslatom volna. Kérem, alpolgármester úr, fontolja meg, mint előterjesztő, hogy hogyan tudná ezeket kezelni. Köszönöm. Mikes képviselő asszony. Köszönöm szépen, alpolgármester asszony, és tényleg most már rövid leszek. Végighallgatva a polgármester úr reakcióját, tényleg csak néhány megjegyzésem lenne. Először is egy apparátussal, egy jogilag nagyon szorosan szabályozott apparátussal dolgozni, mint amilyen ugye egy önkormányzat hivatala. Én annak örülök, és el is hiszem, hogy ez zökkenőmentesen megy ebbe a házba, úgyhogy az alpolgármesterek szintjén is. Csak azt gondolom, hogy azért az más dolog, mert akkor az ember a gyakorta és kiterjedően megtartott vezetői értekezleteken természetesen tudatja a jegyzővel, hogy mi az, amit szeretne az apparátustól. Az teljesen más dolog, mint amikor valaki kívülről beleutasítgat egy apparátus dolgába. Ráadásul ugye hadne... Jó, nem akarok itt semmi hát egyéb megjegyzéseket tenni, csak hát ugye a jegyzőnek törvényes és jogszabály által szabályozott felelőssége van, tehát az egy könnyű játék, hogy azt mondjuk, hogy mindenki beleutasítgat az apparátusba, egyébként pedig törvény szerint felel a jegyző, ezt csak úgy mellékesen megjegyzem, ugyanis ez az egyetlen szabályozott pontja ennek az egész történetnek, amiről beszélünk. A másik pedig, hogy, és ez tényleg csak a véleményemet közlöm, és... annak előre bocsátásával egyébként a polgármester úr, hogy én azt sem tartanám egyébként ördögtől valónak, hogyha azt mondanánk, hogy egyszer órákat vitatkozunk ezen akár nyilvánosan. Hát van, nem sok fontosabb témát tudok én most a városba, mint mondjuk ezt, hogy akár órákig vitatkozunk ezen. Hát önkormányzati képviselők vagyunk, kutya kötelességünk akár éjfélig ezzel foglalkozni, hogyha annak csekély lehetősége bontakozik ki, hogy előrébb tudunk haladni. Én a magam részéről azt gondolom, hogy ennek semmi akadálya nem lenne, akár most, akár pedig akkor, hogyha egy alkalmat erre szánunk, és akkor végleg mindenki megismerni a másik véleményét, hát ha még okulnánk is belőle. Egy dolgot azonban nagyon fontosnak tartok leszögezni. Egy építészeti igazgató sem, és senki sem független értelmiségi egy végrehajtó folyamatban. Ugyanis azt, hogy valaki független értelmiségi vagy sem, azt nem a szakmai presztízse és az addigi szakmai teljesítménye határozza meg. Egy bármilyen kiváló szakmai teljesítményű és elismertségű ember addig független értelmiségi, amíg független értelmiségi státuszban van. Ergo, amíg a saját véleményét közli erről a projektről, vagy amíg egy civil szervezetnek a véleményét tolmácsolja erről a projektről, vagy bármely olyan formációnak a véleményét, amely formációnak nincsen konkrét feladata, vagy felelőssége ennek a projektnek a végrehajtásában, addig ő független értelmiségi. Az a független értelmiségi, aki elvállalja azt a feladatot, hogy milliárdos közpénzekkel gazdálkodik, az nem független értelmiségi a tekintetben. Független értelmiségi a tekintetben, amikor nem tudom én a akármiről véleményt nyilvánít, ami nem arról szól, ami az ő szerződött feladata, de többet azzal az időszakra, amíg ő mondjuk főépítész, addig az LKF tekintetében nem független értelmiségi, hanem egy hihetetlenül fegyelmezett, katonás fegyelmű és a nagy felelősségű végrehajtási folyamatnak felelős vezetője. Katonás, kemény, pontos feladatkörökkel és számonkérésekkel. Amit egyébként nem kell ideologizálnom, mert elég mondjuk csak, hogyha nem megyünk távolabb, előbb-utóbb ez az ország csak megtanulja a Nyugat-Európában kiküszködött munkamódszereket. És azért kínos, mert a polgármester úr ezt sokkal jobban tudja, mint én, hogy mondjuk egy uniós nagy projektnél lehet addig ötletelni, meg véleményeket adni, meg ilyen-olyan elemzéseket végezni, meg táblázatokat fölirogatni, meg mit tudom én mit csinálni, addig, ameddig nem születik meg a pályázat. És utána persze ezt közölni kell a közzel, meg föntartani, meg a marketingem, én ezt tudom. De egyébként annál szigorúbban végrehajtandó projekt, mint mondjuk egy uniós projekt, kevés van.
És akkor, amikor a pénzekről kell elszámolni, akkor azért azt gondolom, hogy ez Nagy-Britanniában vagy Németországban szóba se jöhetne, hogy mondjuk egy projektmenedzser hirtelen azt mondja az uniós revizornak, hogy én egy független értelmiségi vagyok, ergo gőzöm nincsen róla, hogy most akkor milyen feladatokkal, hova, ki és mit csinál. Hát ez teljesen nonsens. Hát mi egy több milliárdos projektet hajtunk végre. Szeretném még egyszer leszögezni. Baromian pontosan definiált feladatokkal, katonai fegyelemmel, rohamtempóba, és nagyon szoros számonkérés alatt. És azt gondolom, hogy aki pályázik erre a posztra, azt talán jobb, hogyha ezt tudja. Hogy a továbbiakban nem ötletelni fog meg véleményeket mondani, hanem fülét, farkát behúzva rohanni, versenyt futni az idővel, hihetetlen felelősségek mellett, borzasztó nagy pénzekkel gazdálkodva, és úgy, hogy egyébként az esetben, hogyha a saját érdekében mindezek után nem követeli ki magának, hogy egy baromian pontosan fogalmazott feladat és hatásköri listát nyomjanak a kezébe, abba a pillanatba, amikor aláírta azt a szerződést, hogy belép ebbe a munkakörbe, hogyha ezt nem teszi, akkor életveszélyben van a továbbiakban. Én ilyet soha nem tennék, hogy milliárdos felelősségekbe úgy fogjak bele, hogy körülbelül azt tudom távolról, hogy ki lesz az én tanácsadó testületem, és kivel fogok szorosan együttműködni. Hát akinek ennyi életösztönne van, azt már eleve megkérdőjelezem, hogy alkalmas-e. Köszönöm, Kővári képviselő úr. Köszönöm a szót. Annak érdekében, hogy tényleg pontos és gyors munkát tudjon végezni majd az építészeti igazgató, néhány ponton szeretném, hogyha a szöveg pontosulna. Az előbb alpolgármester úr elmondta, hogy a tervpályázatok előkészítési folyamatában nem vesz részt az építészeti igazgató, hiszen nem hangolható össze már időben a kettő egymással. Akkor nem is szerepelhet feladatai között, mert most még szerepel két dolog is. Tehát az építészeti igazgató feladatai között egyik, hogy elkészíteti a projektek előkészítéséhez, a további tervezéshez szükséges vizsgálatokat, tanulmányokat, ezt nem tudja elkészíteni, hiszen már túl lesz ezen a folyamat, mire ő munkába kerül. Ugyanígy a következőt sem tudja teljesíteni, hogy elkészíteti a tervpályázatok kiírását, hiszen nem vesz részt benne. Tehát ezeket nem is lehet őt felelőssé tenni majd. Ezeknek mindenképpen ki kell kerülni a feladatok közül, ha azt az időrendet tartjuk, amit most alpolgármester az előbb mondott. Nem lehet felelőssé tenni valakit azért, amit nem ő készített el. Ezeknek mindenképp ki kell kerülniük ebből a feladatfelsorolásból. És még egy dolog, a múltkori közgyűlésen a művészeti igazgató és az építészeti igazgató vonatkozásában én úgy emlékszem, mintha befogadták volna azt a javaslatot, hogy egyrészt az építészeti igazgató nem alárendeltje a művészeti igazgatónak, mint ahogy ez itt megfogalmazódik, hanem mellé rendeltje. Másrészt mind a ketten tagjai az irányító tanácsnak, a legfelsőbb irányító tanácsnak, amivel kapcsolatban itt egyáltalán nincsen utalás, hogy a program irányító tanácsához ők milyen módon kapcsolódnak, milyen módon van felelősségi rendszerük, beszámolásra kötelezettségük az irányító tanáccsal kapcsolatban, milyen módon segítik az irányító tanácsnak a munkáját, ugye amelyik a legfőbb döntéshozó testülete, nyilván a közgyűlés alatt ennek a projektnek. Tehát két dolog, az egyik, hogy pontosítani kellene azt, hogy a művészeti igazgatóval szemben milyen hatásköre van az építészeti igazgatónak, azaz mellérendelt vagy alárendelt, és még egy, hogy az építészeti igazgató feladatai között nem szerepelhet olyan, amiért nem vállalhat felelősséget, hiszen mire munkába áll, ezek már megtörténnek. Kérem ezeknek a pontosítását. Köszönöm szépen. Alpolgármester úrnak megadom a szót. Remélem, hogy egyben zárszót is mondhatok, nagyon röviden reagálnék, csak Brette Zoltán képviselő javaslatait elfogadom, tehát kérném akkor, hogy kerüljön kiegészítésre a pályázatnak tartalmaznia kell fejezetnél az a rész, hogy az igényelt tárgy és anyagi feltételek megjelölését, ebbe illesszük be a szervezetit is, tehát igényelt tárgy és szervezeti anyagi feltételek megjelölését. Ezen kívül, kár, hogy nincs itt a Bretter úr, tulajdonképpen azt gondolom, és alpolgármester asszonyt egyeztettem, semmi akadálya nincs, hogy a bírálóbizottság kiegészüljön még egy taggal.
Amennyiben a Bertrand Mekelen úr nem kíván pályázni erre a posztra, akkor, és ő tudjátok, Rotterdamnak volt az intendáns annak idején, és tanácsadóként segítette a pályázati szakaszunkat, akkor javaslom, hogy őt kérjük föl, hogy vegyen részt a pályázat elbírálásában. Ő neki napi szoros munkakapcsolata van az Európa Házzal, és azt gondolom, egyikünk se vitathatja, hogy ebbe a kérdésben igen széles kitekintéssel bír. Egyébként ő építészként volt az intendánsa a kulturális fővárosnak, de ennek az az oka, hogy a nyugat-európai országokban az építészet a művészethez általában sokkal szorosabb kapcsolatban áll, és inkább oda sorolják, mint műszaki tevékenységek közé. Tehát ezzel akkor kiegészíteném, és ezt befogadom. A kővári képviselő által felvetettekből elfogadom azt, hogy a művészeti igazgatóval való kapcsolatot tisztázni kéne. Én azt kérem, hogy most ebbe a kérdésbe ne menjünk be egy improvizálásra, mi mint feladat, akkor nyugtázzuk és fölvállaljuk, hogy ezt ki kell dolgozni, még a pályázat elbírálása előtt, tehát valószínű, hogy akkor, mikor a közgyűlés, mondjuk akkor arra teszek javaslatot, mikor a közgyűlés a pályázatot el fogja bírálni, akkor ezzel egyidejűleg a közgyűlés tárgyalja ezt is meg, hogy a két fontos pozíció között a viszony pontosan hogy alakul. A másik két pontnál viszont nem logikátlan, hogy ez szerepel, mert ugye, amit én elmondtam, az elsőban a nagy projektekre igaz, de nem kizárt, hogy illetve minden bizonnyal például a közterületes nagy projektnek lesznek olyan tervezési feladatai, amit csak jövő tavasszal vagy jövő második felével kerülnek írásra. Ezeknek az előkészítését már tudja végezni, illetve a kulcsprojekteken kívül nincs megkötve az önkormányzatunk ezzel. Lehet, hogy egy új ambiciózus önkormányzat valamikor az össze kitalálja, hogy még egyéb kísérő projekteket akar az EKF évére megvalósítani, és ezeknek az előkészítésében ezeket a feladatokat végrehajthatja. Tehát teljesen magát értetően ezt úgy kell értelmezni, hogy a belépését követően ezeket a feladatokat viszi. A belépéséig azokat már nem kérhetjük rajta számon, hogy a könyvtár tervezési pályázat előkészítése nem vett részt, hiszen nem volt még az állományban, és nem tudta ezt a feladatot. Tehát én kérem, hogy értsél azzal egyet, hogy ez a két pont ilyen megközelítésben ez itt lehessen, ha szükségét érzed azt kiegészíteni, hogy akkor a belépését követően, akkor ennek nincsen akadálya, akkor egy ilyen módosítást el tudok képzelni, de hát ez szerintem magától értetődő, hogy csak a belépését követően várhatjuk ezt el tőle. Köszönöm szépen, nekem más kiegészítésem nincs. Köszönöm szépen, úgy érzékelem, hogy az alpolgármester úr valamennyi felmerült javaslatot befogadta, de hogyha esetleg valaki úgy érzi, hogy az ő módosító indítványa kimaradt, akkor jelezze. Nincs, akkor ezek szerint egységesen fogadhatjuk el az előterjesztést. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzunk. Megállapítom, hogy a közgyűlés 26 igen, 4 nem és 6 tartózkodással elfogadta az előterjesztést. Következő napirendünk a Pannon Power Holding ZRT és a PTAF Kft.-ben lévő üzletrészsel kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásának témája. Gonda alpolgármester úr az előterjesztő. Tisztelt közgyűlés, a múltkori nyári rendkívüli közgyűlésünkön tisztségviselői beszámoló keretében tájékoztattam a közgyűlést, hogy a Pannon Power Holding a saját cégcsoporton belül a Pannon Erőmű RT-nek átkívánja adni, illetve elkívánja adni a PTA-ban meglévő üzletrészét. Akkor a közgyűlés arra hatalmazott föl, hogy egy levélben kérjem a somosi vezérigazgató urat, hogy tekintette a nyári szünetre szeptember végig adjon lehetőséget az elővételi joggal való élésre, és hogy ezt szakmailag kellően elő tudjuk készíteni, át tudjuk gondolni. Sajnos ezt a lehetőséget nem kaptuk meg, tehát így most tájékoztatom a közgyűlés, hogy magának az önkormányzatnak az elővételi joga az lejárt. Nem tudtuk
tudtunk ezzel élni. Az érvényes gazdasági törvény alapján a cégünk, a PTÁV tulajdonosi közgyűlésének is döntést kell hozni, hogy kíván-e élni az elővételi joggal, illetve meg kíván-e jelölni más jogi személyeket, hogy ezzel az elővételi joggal éljen. Próbáltunk néhány szakmai egyeztetést, illetve lefolytattunk több szakmai egyeztetést, azonban nem tudtunk felelős döntéselőkészítő munkába addig eljutni, hogy kimondjuk, hogy ezen az áron, tehát 1.666 millió, most pontosan nem emlékszem, összegért nekünk vagy a cégeinknek meg kéne venni ezt a részt. Ezért javaslom az előteresztésbe azt, hogy alpolgármester asszony úgy szavazhasson a közgyűlésen, hogy ezzel az elővételi joggal ne éljünk. Ugyanakkor az eset lehetőséget biztosított, hogy átgondoljuk az együttműködés eddigi 5 évét. Arra következtetésre jutottunk, hogy a következő 1-2 hónapban, tehát szeptemberben még nekünk, funkcióban lévő tisztségviselőknek el kell kezdenünk kielemezni az elmúlt együtt töltött 5 évnek az eredményét, hogy egy javaslatot adhassunk át az új közgyűlésnek, és az új közgyűlésnek meg kell hozni azt a stratégiai döntést, hogy minden jó így, ahogy eddig van, vagy lát lehetőséget adott esetben a szindikátusi szerződés pontosítására, az együttműködés új alapokra helyezésére, illetve megkezdjük az irányban a tárgyalást, hogy hogyan lehetne a PTÁV 100%-os tulajdoni részét önkormányzati kézben tudni. Erre irányul a helyszíni kiosztású új határozati javaslat. Egyébként azt gondolom, hogy az előterjesztés nagyon mélyen és magas szakmaisággal taglalja ezt a folyamatot. Remélem minden képviselő el tudott benne mélyülni. Úgyhogy kérem, az előterjesztést fogadja el a közgyűlés. Köszönöm szépen, Erb képviselő. Köszönöm a szót, alpolgármester asszony. Hát én voltak éppen örülök annak, hogy ez a téma most idáig jutott. Habár a körülmények azok most a város számára nem éppen a legkellemesebbek, kedvezőbbek, de én úgy gondolom, hogy az általam már több éve folyamatosan sürgetett problémakörnek a megoldását ezzel a lökéssel, úgymond a Pannon Power Holding végső soron elindította. Ugye azért kellett ezzel nagyon sokat foglalkoznunk, mert a PTÁV Kft., aki évente idehozza nekünk a vállalati beszámolóit, az most már lassan második éve piros mezőben van, tehát folyamatosan adósodik el, és a PTÁV Kft. Problémáinak a nagy része ebből az ominózus szindikátusi szerződésből származik, pontosabban nem az konkrétan magából a szerződésből, abból, hogy a Pannon Power Holding a PTÁV Kft.-nek eladott termelői hőt nagy kereskedői áron maximalizálta, és ezzel folyamatosan terhelte, szinte erőn túl, a PTÁV Kft.-t, ami viszont odáig vezetett, hogy nem tudtuk olyan mértékben a Kft.-t segíteni, amely mértékben kellett volna. Most ennek kitérő mellett adott témával kapcsolatosan azt tudnám elmondani, hogy a Gatuváb ülésén is elhangzottak alapján egy-két alappont az nagyon fontos, hogyha a város vezetésében is tudatosulna. Hát elsősorban az, hogy az erőműnő, tehát a Pannon Power, a Pannon Hőerőmű ZRT és a többi, tehát ezek az erőmű és a kapcsolt részei Pécs városában egy olyan szellemi és pénzügyi tőkét jelentenek, amelyet a városunk, illetve a város vezetése kikerülni semmiképpen nem tud. A legnagyobb sajnálatomra az elmúlt években a város vezetése és a Pannon Power Holding vezetése között a kapcsolat nem volt a legfelhőtlenebb, hát és akkor finoman fogalmaztam. Ezt én úgy gondolom, hogy mindenképpen szükséges megjavítani a hosszú távú együttműködés érdekében és pozitív együttműködés érdekében. Mert hiszen a szindikátusi szerződésnek azért voltak hozadékai, amelyeket nem érdemes különösebben vitatni. Én úgy gondolom, hogy az általunk itt most utólag megkapott és a Gatuváb által elfogadott határozatot mind a két oldal el tudja fogadni, mert hiszen a város érdekében van az, hogy a PTÁV Kft. Az elővásárlási jogát átruházza a város cégei által alapított fejlesztési
KFT részére, illetve a fejlesztési és üzemeltetési konzorcium, hogy szabatos legyek, részére, mert hiszen a lehetősége megvan annak ezáltal, hogy a fejlesztési konzorcium esetleg megvásárolja a Pannon Power Holding tulajdon részét a Pétánban. Most ezáltal létrejönne egy 100%-os tulajdon, ami lehetővé tenné, hogy a Pétáv az eddig teljes kiszolgáltatott helyzetéből, ami az előbb elmondtam, hogy milyen negatívumokkal jár, kitörjön, és egyéb alternatív, vagy egyéb módon hőenergiát vásároljon. Viszont ez nem lehet érdeke a Pannon Power Holdingnak, tehát mind a két fél valamilyen módon megegyezési kényszer alatt van. Épp ezért én az ellenzék részéről tisztelettel javaslom a város vezetésének, hogy hagyja meg a lehetőségét egy kompromisszumos megállapodás létrejöttének, ugyanakkor az előterjesztésben, a határozat tervezetben foglaltakkal pedig egyetértünk. Tehát ezzel a gondolatsorral, tevékenységi sorral természetesen egyet tudunk érteni. A város érdeke ezt kívánja. Természetesen az új politikai vezetésnek kell eldöntenie, hogy konkrétan milyen megállapodás lépjen a szindikátusi szerződés helyébe, de én úgy gondolom, hogy a Pannon Power és az új politikai vezetés között valamiféle megállapodásnak mindenképpen meg kell születnie. Ezt remélem be fogjuk következni minél előbb. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdezem, kíván-e még hozzászólni valaki? Nagy Csaba képviselő. Köszönöm szépen. Hát tisztelt közgyűlés, akkor, amikor ennek a Pétáv Kft. Privatizációja elindult, akkor mi több pontban, elég sok pontban kifejeztünk aggályainkat az úgynevezett privatizációval kapcsolatban. Egy-két dologra szeretnék kitérni, azt gondolom, hogy ezek jelentős érvek voltak abban az időben. Például nehezményeztük azt, hogy gyakorlatilag a privatizáció versenyeztetési eljárás kizárásával történt. És én most meg kell, hogy mondjam, hogy meglepődve olvastam például ezt a szövegrészt az anyagban, hogy a Pétáv Kft. És a Pannon Hőerőmű RT között minden kétséget kizáróan fennálló, a távhő termelés és a hőszolgáltatás közös érdekeltségében megjelenő jogi és szakmai kapcsolat ellenére érdekellentét is fennáll, hisz a Pannon Hőerőmű RT-nek a 100%-os tulajdonosa a Pannon Power Holding ZRT, így a Pétáv Kft. Kisebbségi tulajdonosának a hőtermelésen keresztül megjelenő kifejezett érdeke az, hogy minél nagyobb mennyiségben, minél magasabb áron értékesítsen hőt, mert számára az jelentős árbevételt eredményez, írja az anyag. Én azt gondolom, hogy ez többek között egy olyan érv, amit mi is használtunk annak érdekében, hogy nem szabad ezt a privatizációt meglépni. Akkor a város ezt meglépte. Most 5 évvel később, vagy 6 évvel később ugyanez az évrendszer, tulajdonképpen az ellenzéknek az évrendszere megjelenik egy előterjesztésben, és én csodálkozva veszem azt tudomásul, hogy a ma kiosztott javaslat szerint a város tulajdonképpen lemond még arról a jogi lehetőségéről is, hogy megvizsgáltassa jogászokkal azt a szituációt, hogy a Pannon Power Holding ZRT nem bocsájtotta a rendelkezésünkre az adásvételi szerződést. Magyarán a város igazából egy adásvételi szerződés nélkül volt kénytelen belemenni abba a csapdába, hogy kikéste a 15 napos rendelkezésére álló határidőt, és most ezt kihasználva próbálja meg ráerőltetni a Pannon Power Holding ZRT a városra azt, hogy ne ilyen esetleges elővásárlási jogával. Én ezt mindenképpen nehezményezem. Akkor elmondtuk azt is, hogy nem lehet tudni azt, és ez egy hihetetlen nagy kockázatot jelent a véleményünk szerint, a tekintetben, hogy milyen lesz az ellátásnak a biztonsága, Pécsen a távfőellátásnak a biztonsága, hogy nem tudjuk, hogy a 49%-os tulajdoni hányadot, amit nem a város birtokol, igazából kibirtokolja. Azt
Már én hallottam, hogy a Pannon Powernél ugye tulajdonos váltás történt. Most a Holding ZRT-től elmegy egy kisebb részvénytársaságba ez a vagyon, amit most már a szabad piacon tulajdonképpen nem tudok más hasonlatot mondani, mint egy gépjárművet tulajdonképpen ebben a környezetben olyan könnyű eladni, meg megvenni. És ilyen vonatkozásban nem fogjuk tudni, vagy nem tudhatjuk, hogy ki áll majd a tulajdonosi struktúra végén mondjuk 2, 3, 5 vagy 10 év múlva. Miközben is stratégiai döntéseket kellene meghozni a PTAF Kft. Üzemeltetésével és egyáltalán a rendszer üzemeltetésével kapcsolatban. Tehát ez, én azt gondolom, hogy ez akkora kockázat, hogy ilyen vonatkozásban az a megoldási javaslat, hogy a fejlesztési társaságunk, amit létrehoztunk, én azt gondolom, hogy arról érdemes lett volna beszélni, hogy valamilyen úton, módon ezt a vagyonelemet visszaszerezze a város magához. Szerintem az ellátás biztonsága ezt a lépést szükségesé tette volna. Én igazából nem értem ezt a módosító indítványt. Az én javaslatom mindenképpen nagyon hasonló ahhoz, sőt ugyanaz, mint amit Erki képviselő úr elmondott. Igen is meg kellene vizsgálni, hogy az a jogi szituáció, mely szerint az elővásárlási jog gyakorlását azért nem tudtuk megtenni, mert nem kaptuk meg azt a szerződést, ami a ZRT és az RT között létrejött, hogy ez alkalmas-e arra, hogy még egyszer átgondoljuk az elővásárlási joggal való élést. Ezt mindenképpen meg kellene vizsgálni, és nem szabadna így lemondani erről a szituációról. Teszem ezt akkor is, amikor a Fidesz frakció végig azért bírálta a város vezetését, hogy sok hitelt vett fel a működése során, de azt gondolom, hogy ez például egy olyan szituáció, ahol konszenzus lehetne ebben a kérdésben kialakítani, mert én nagyon-nagyon fontos és stratégiai kérdésnek tartom azt, hogy a PTAF Kft. Visszakerüljön 100%-osan önkormányzati tulajdonba. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, de Blázió képviselő úr. Köszönöm szépen. Mielőtt szólnék, én arra emlékeztetnék mindenkit, hogy amikor ebben az ügyben döntöttünk, milyen hosszú éjszakába menő vita volt, akik itt ültek a közgyűlésbe, akkor is azok tudják, hogy késő éjszaka volt döntés erről a kérdésről, amikor a PTAF ilyen módon való privatizációjáról döntöttünk, és nagyon sok érvet elmondtunk akkor, hogy miért ne, miért nem szabad ezt meglépni, miért stratégiailag fontos megtartani ezt a városnak egy kézben. Ezernyi év hangzott el, hogy milyen jó lesz ez majd. Hát azóta látjuk, hogy baromi jó a dolog, csak a város nem profitál belőle. Mint látjuk a felajánlott vételárból, egyedül a Pannon Power az, aki ebből profitál, hiszen majd kétszeresére nőtt az az érték, amit néhány évvel ezelőtt megvásároltak a várostól. Tehát az üzlet az nekik baromi jó volt. A városnak, hogy jó üzlet volt-e, azt nem tudom, de döntse el minden város lakó, hogy mennyit csökkent a beígért távhő díjcsökkenés, döntse el minden lakó, hogy valóban tudtunk-e olyan árcsökkentési érveket érvényesíteni, amit akkor megígértünk. Milyen helyzetbe került a PTAV, ami egyébként nagyon jól le van írva az előterjesztésben, hiszen láttuk azt, hogy a PTAV egy olyan csapdahelyzetbe került, ahol nem tudta érvényesíteni azt a nagy mennyiségű hővásárlási kedvezményét, amit egyébként korábban mindig tudott. És amit egyébként minden esetben vele szemben a nagyfogyasztók ma is elvárnak. Szóval azért ezt ne felejtsük el, és ezt ő nem tudja ugye tovább görgetni afelé, akitől a hőt vásárolta, mert sajnálatos módon hát ugye a tulajdonos az meghatározta, hogy ő mit tehet. Akinek érdeke volt nyilvánvalóan, hogy ne olcsóban adja a hőt. Csak egy költői kérdésem egyébként, hogy most tessék mondani, a város van a Pannon Powerban, vagy a Pannon Power helyezkedik el a város területén? Jó lenne ezt tudni azért, mert én nem nagyon szeretem, amikor egy ilyen Pannon Power vagy bármilyen cég diktálni próbál a városnak. Ne diktáljon. Én nagyon szeretem az igazgató urat is, a vezérigazgató urat is, meg a céget is. Tudom, hogy egy nagy munkáltatója a városnak. Na de, munkaadója, na de hát azért álljunk már meg. Hát ők vannak a városban. Még azt sem mondhatom, hogy a városért, hiszen ez keményen üzleti alapon folyik ma már Magyarországon. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy azt kéne látni, hogy
a Pannon Power jelenlegi tevékenységét igenis sokkal gazdaságosabb és sokkal jobb hőtermelők is meg tudják oldani ma a világban. Nagyon sok ilyen vállalkozásról tudunk, sőt, a városunkat is megkeresték ilyenek. Ez nem titok. Tehát ettől kezdve én úgy gondolom, hogy a Pannon Powernak kéne elgondolkozni azon, hogy mit csinál, nem nekünk. A másik, ami nagyon fontos, hogy hallom, hogy nem minden jogszerűen történt a Pannon Power felajánlásában, vagyis kötelező megkeresésében a város felé. Ha ez nem volt mindenben jogszerű, akkor nincs lehetőségünk új eljárás kezdeményezésére. Én ezt javasolnám, hogy ezt vizsgáljuk meg, és javasoljunk egy új eljárást. De az számomra teljesen elfogadhatatlan, hogy elolvasunk egy teljesen pozitív előterjesztést, olvassuk el, kérem szépen, 8 oldalon keresztül 22 érvet, legalább negyed oldal mélységben kihangsúlyozunk és részletezünk arról, hogy miért kell visszavásárolni a Pannon Powertől a PTAV adott üzletrészét, amivel egyébként frakciónk is, jó magam is tökéletesen egyetértettünk, és azt mondtuk, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben, a város pénzügyi helyzetében is meg kell oldani ezt, mert igenis ez az egyetlen járható út, hogy a jövőben valóban érvényesíteni tudjuk azt a hőár csökkentési igényünket, ami ilyen nagy mennyiségben egyébként a hőszolgáltató felé igen is érvényesíthető lenne, ha nem lenne ez a fajta ilyen gazdaság összefonódás. Most ehhez képest ma reggel kvázi puccszerűen kap a teljes közgyűlés egy olyan határozati javaslatot, amely köszönő viszonyban nincs az előterjesztéssel, hiszen szöges ellentétben áll azzal, ami mellett az előterjesztés érvel. Nem is értettem, hogy én azért szeretném kérni, hogyha ennyire megváltozik egy határozati javaslatnak az irányultsága, magyarul az igenből a nembe megy át, hát akkor vegye már a fáradtságot az előterjesztő, és akkor írjon le még egyszer mindent, ellenkező irányba indokolva. Gondolom, ahogy lehet mellette érvelni, ugyanúgy lehet ellene is érvelni, akkor tegye már meg, és akkor érveljen ellene, írja le azt, hogy miért nem kell akkor most megvennünk. De az elfogadhatatlan, mondom, hogy 8 oldalon keresztül érvelünk az előterjesztésbe amellett, hogy miért kell megvenni a városnak visszavásárolni ezt az üzletrészt, majd kapunk egy olyan határozati javaslatot, amiben szó nincs már erről, hanem arról van szó, hogy nem akarjuk megvenni. Sőt, egy olyan szóbeli ígéretre alapozunk, amely szóbeli ígéretet attól kapjuk, aki egyébként az írásosat sem tartotta be. Tehát én azért javaslom, hogy azt a veszélyhelyzetet, amiben a város kerül ezzel, azt próbáljuk meg feloldani, és felejtsük el ezt a mai határozati javaslatot. Igenis, döntsön úgy a város, hogy megvásárolja, keressük meg ennek a forrását. Igenis, meg tudjuk tenni. Van olyan erős ez a város, hogy megtegye, tegyük meg, mert a város rövid távon már vissza tudja hozni azt a pénzt egyébként, amiből visszavásárolja. Hát miért ilyen jó biznisz ez nekik, hogyha ezek szerint majd több mint másfélszeresét éri? Hát akkor, ha ez ilyen jó biznisz, és valóban ilyen jó biznisz egyébként, akkor ebből a bizniszből ki is lehet fizetni azt a visszavásárlási árat, amit kérnek érte. Én azt mondom, hogy még vitatkozni sem kell ezen az áron. Vegyük meg, vegyük vissza, és fizessük ki. Van annyi erő a cégben is egyébként a PTAV-ban, hogy ki tudjuk fizetni ezt a pénzt. Én ezt javaslom, mert különben bajba kerülhetünk a hőellátás tekintetében Pécs városában, már a távhőellátás tekintetében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Juhász bizottsági elnök úrnak adom meg a szót. Köszönöm a polgármester asszony a szót. Három bevezető gondolatom lenne, és utána egy pár dolgot szeretnék kifejteni a kérdés kapcsán. Az első az a tényszerű gondolat és mondat, hogy a város polgárainak a távhővel való ellátása semmilyen módon nem sérülhet, és nem is sérül, hiszen alapszolgáltatási tevékenység, mint kötelezettség áll fenn a Holding RT részéről, hiszen ő a szindikátusi szerződésben erre mindenfajta felelősségvállalást megtett, tehát erről nincs mit beszélni. A második gondolat, amit el szeretnék mondani, hogy igen, kérem szépen, ez egy olyan nagyon fontos stratégiai kérdés, amiben most érzem és látom, meg már a bizottsági ülésen is számomra nyilvánvalóvá vált, hogy nincs politikai vita és nincsen politikai kérdés. Ez egy annyira fontos ügy, és annyira
szívügye a városnak, hogy ebben nem lehet ideológiai kérdéseket keresni, és ezt érzem akkor is, amikor ellenzéki képviselőtársaim ehhez a napirendi ponthoz hozzászólnak. A harmadik dolog pedig az, és ez egy ilyen, mondjuk, hogy dodonai kérdés is lehetne, hogy vajon így egy képviselőtestületi ciklus végén, akkor, amikor egy hónap van vissza a ciklusból, szabad-e, merjük-e felvállalni ennek az elővásárlási jognak az érvényesítését egy olyan áron, egy olyan értéken, aminek a belső struktúráját és a belső tartalmát és a belső felépítését és költségekre bontott részeit nem ismerjük. Hiszen ez az adásvételi szerződés a holding és a hőerőmű RT között nem került hozzánk benyújtásra, és ebbe beletekintési lehetőségünk sem volt. Megnéztük, hogy igazából ez nem kötelezettsége ilyenkor a részvénycsomag értékesítőjének, hogy ezt számunkra bemutassa, amikor az elővásárlási jogról van szó. Tehát fent marad az a kérdés, hogy vajon nem célszerűbb-e valamilyen módon egy olyan konszenzus kialakítása, hogy a megvásároljuk helyzet fenntartása mellett a konkrét döntést az értékre vonatkozóan és a részvénycsomag értékére vonatkozó döntést azt a következő közgyűlés felelősséggel a ciklus elején tudja eldönteni októberben. Leszünk, akik leszünk, lesznek, akik lesznek. Én azt hiszem, hogy arra kellene törekednünk, és minden közös konszenzuson alapuló stratégiai kérdésünket úgy kellene meghozni, hogy ebbe elhamarkodott döntést sem az értékre vonatkozóan, sem pedig az elővásárlási jogra vonatkozóan ne tegyünk. Kényszerpályán vagyunk, és ez már a három gondolaton kívüli rész. Kényszerpályán vagyunk, hiszen egy olyan helyzet elé állított bennünket a Pannon Power Holding RT, mely egy nagyon jól működő üzleti struktúra és egy üzleti megfontolt gondolkodásnak és folyamatnak a része, ami a világon bárhol működik. Mi ennek most pillanatnyilag csak másodlagos szereplői vagyunk, hiszen nekünk vagy élünk az elővásárlási jogunkkal, vagy pedig nem élünk az elővásárlási jogunkkal, döntési pozíciónk van. Én érzem, és én is azt gondolom, hogy az elővásárlási joggal jó lenne, ha ma élnénk. Mégis olyan megoldás fele haladunk, és Gonda Tibor alpolgármester, és én azt gondolom, hogy abba az irányba sugalta a hozzászólását és a kiegészítését, hogy éljünk az elővásárlási jogunkkal, illetve akkor már ne is úgy hívjuk, éljünk a visszavásárlási jogunkkal, de az értékben és a 1,6 milliárd forintos konkrét összegre vonatkozóan próbáljunk meg olyan időintervallumot, hadd fejezem be, képviselő úr, köszönöm szépen, én sem jelentkeztem, mikor szólt, csak zavar, bocsánat, ne haragudjam. Szóval egy olyan helyzetet kellene teremtenünk, amikor megfontoltan és bölcsen tudunk dönteni mind az összeg nagyságáról, mind pedig a visszavásárlásnak a helyzetéről és a struktúrájáról. Ezt ez a ciklus vége előtt egy hónappal, ezt felelősséggel itt felvállalni szerintem nem szabad. Ezért ez az előterjesztés, ahogy most itt van a közgyűlés előtt, szerintem jó. Egyébként ma reggel volt egy személyes egyeztetés is, és igenis az üzletben, meg az üzleti tárgyalásokban a gentleman agreementnek igenis van jelentősége. Nem kell feltétlenül Amerikában sem, vagy Európában is mindig mindent leírni, mert az adott szó az üzleti életben legalább annyira fontos, mint a leírt szerződés. A leírt szerződéseket pontosan úgy lehet megszegni, egy szindikátusi szerződést pontosan úgy lehet megszegni, mint egy adott szót, mint egy üzleti tárgyalásnak a végeredményét. Szóval nekem az a véleményem, és erre kérem a közgyűlést, hogy a pillanatnyi előterjesztést támogassa, azzal az ígérettel, hogy a következő képviselőtestület, vagy kérjük inkább fel a következő képviselőtestületet, hogy a város érdekében mindent tegyen meg, és mindent érjen el ahhoz, hogy a PTAV Kft. 49%-os tulajdon része visszakerülhessen a város tulajdonába, és mindazok a módszerek, amire de Blasio képviselő úr utalt, mindenfajta olyan lehetőség felmérése és felkutatása, ami persze számunkra is ismert, figyelembevételével egy hosszú távon
hosszú-hosszú évekre vagy évtizedekre előremutatóan egy olyan hőenergia termelési rendszert hozzon létre, ami azt fogja biztosítani, hogy szinten tartva, nyilván a külső befolyásokat valamilyen módon kompenzálva, megfelelő módon, megfelelő értékben tudjunk a város lakói és a lakások számára távhőszolgáltatást és melegvizet szolgáltatni. Én ehhez kérem mindenkinek a támogatását, és higgyék el, ez már az érzelmi kérdése, ebben a helyzetben jobbat azok, akik ezt az egész ügyet ebből a kényszerpályából végig tárgyalták, nem lehetett kihozni, de nem itt van a vége. És kérem, hogy segítsenek ebben ma. Köszönöm szépen. Köszönöm, de Blázió képviselő. Köszönöm szépen. Nem akartam zavarni képviselő úr hozzászólásába azzal, hogy jelentkeztem, csak ma jelenleg a Városi Önkormányzat képviselőtestületének nagy termében egyetlen technikai lehetőség arra, hogy jelezzük, hogy szólni kívánunk, az, hogy fölemeljük a kezünket. Ha jobbat tud, akkor szóljon, mert akkor megteszem majd ezt titokba, úgyhogy ne zavarja. Csak ma jelenleg nincs másik lehetőség erre, tehát kérem, nézze el nekem, hogy készfelemelésemmel zavartam hozzászólását. Na mindegy. A lényege a dolognak az lenne, hogy egyet elfelejt képviselőtársam. Vagyis nem felejtette el, csak úgy csinálunk, mintha az elővásárlási jog az ma él. Az most él. Most van rá lehetőség. Ez a továbbiakban megszűnik. A jogunk, mint olyan, nem fog élni a továbbiakban. A továbbiakban a tulajdonos, és úgy tudom, hogy egy új tulajdonos, a Pétáv 49%-os üzletrészének egy új tulajdonosa fogja eldönteni, hogy akar velünk tárgyalni, miről akar tárgyalni, mennyire akarja eladni, el akarja adni, avagy bármit akar-e csinálni. Hát azért ne csináljunk úgy, minthogyha az üzleti világ grálovagokból állna. Hát azért, bocsánat, hát az egy nagyon kemény, farkas világ, és én azt mondom persze, hogy a gentleman agreement mint olyan létezik, na csak hát mi most a gentleman agreementet egy olyannal kötjük, akinek nem lesz a későbbiekben ráhatása, hiszen nem az övé lesz a cég. Hiszen a Pannon Power most eladja ezt, igaz, hogy az ő tulajdonában lévő, de mégiscsak egy másik cégnek, ahol másfajta döntési feltételek szerint fognak majd dönteni, amikor oda jutnak, hogy velünk erről újra tárgyaljanak. Én csak ezt szerettem volna, hogyha mindenki látja, amikor a döntést ma meghozzuk. Ma, ha úgy döntünk, ahogy a módosító határozati javaslatban van, akkor az a jogról való lemondást jelenti, nem jelenti azt, hogy nem tudunk tárgyalni velük, de ma köti őket a jog, hogy nekünk ezt el kell adni, ha mi meg akarjuk venni. Ha nem, akkor, ha mi nem tesszük ezt most, akkor a későbbiekben ez egy üzleti világban történő tranzakció, és még az is megeshet, hogy nem másfélszeresért, hanem kétszeresért kell majd visszavásárolnunk a céget. Tehát én javaslom azért, hogy ezen is gondolkozzunk el, mert még egyszer hangsúlyozom, a jogot elveszítjük, ha most ezzel nem élünk. És a veszélye megvan annak, hogy sajnos, ahogy mondtam az előző felszólásomban is, jelenleg is ott tartunk, és le van írva az előterjesztésbe, tehát nem vádlok senkit indok nélkül, hogy a szindikátusi szerződés bizonyos részeit, amik le voltak írva, azt se tartották be. Na most akkor majd egy új tulajdonosra hogyan lesz hatással az, aki, szóval egy picit számomra ez bonyolult, és nem látom a végét. Ezért javasoltam azt, hogy most tegyünk pontot az ügy végére, ne pedig majd, mert én úgy gondolom, hogy a következő közgyűlésnek is érdeke lenne az, hogy a város kezébe legyen egy személyi tulajdonban a Pétáv. Köszönöm szépen. Köszönöm. Egy perces reakcióra kért szót Juhász elnök úr. Köszönöm szépen. Tényleg egy rekontra mondat, mert egyetértünk. Tehát minden kérdésben egyetértünk. Azért a gentleman agreementen kívül van egy nagyon fontos leírt dokumentum is, ez a szindikátusi szerződés. Ez a szindikátusi szerződés azért nekünk alapvető jogokat és lehetőségeket formál, tényleg jogi vonatkozását figyelembe véve minden egyes olyan pontnak a betartására és betartatására, ami biztosítékot jelenthet a további működésre, ami az alapszolgáltatásra és a későbbi vásárlási jogra vonatkozik. Hiszen ez a jogi megközelítése, én ezzel is kezdtem, hogy tehát jogilag próbáljuk meg ezt a kérdést most megfogni és megnézni azt, hogy milyen ténylegesen leírt garanciák is vannak ebben az adott szón kívüli helyzetben, és
tényleg egyetértek képviselőtársammal, egyetértek mindenkivel, aki ebben a kérdésben elmondta a véleményét, de egy kérdést azért most és mielőtt szavazunk, azért hadd tegyek fel. Vajon ez az elővásárlásként megjelölt összeg, ez az 1,6 milliárd forint, ez felelősséggel ennyi? Vagy lehet, hogy a fele, a harmada, vagy esetleg a háromnegyede? Köszönöm szépen. Nagy Csaba, frakcióvezető úr kért szó. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy Juhász elnök úrnak abban igaza van, és valódi dilemmákat vetett föl, hogy egy olyan testületnek, akinek a működéséből gyakorlatilag csak egy hónap, másfél hónap sincsen hátra, az hozhat-e ilyen holderejű döntést. Én azt gondolom, hogy mivel most egy olyan helyzet van, ami itt a PTF Kft. Vonatkozásában történelminek is nevezhető, én azt gondolom, hogy hozhat, főleg akkor, hogyha egy gazdasági és politikai és szakmai konszenzus van egy kérdésben. Azt gondolom, hogy azoknak a képviselőknek meg kell tudnia védeni az álláspontjukat a közvéleménye előtt és a szakértői vélemények előtt is, akik ma esetleg meghozzák ezt a döntést. De hogy erősítsem azt az érvrendszert, hogy miért is kellene ebből a dologból kiszállni, illetve miért kellene visszavásárolni, vagy más jogi szakzsargon helyett mondjuk élni az elővásárlási jogunkkal. Erre választ ad ez az előterjesztés. Én ebből szeretnék egy-két dolgot itt most elmondani. Például írja az anyag, hogy a szindikátusi szerződés pontjait vizsgálva megállapítható. A Pannonpower Holding ZRT nem teljesítette azon vállalat kötelezettségét, hogy a távhőszolgáltatási rendszer fejlesztésében közvetlenül vagy közvetetten termelői árengedményekkel részt vállaljon. Akkor a következő, amit szeretnék idézni. A PVV ZRT tulajdonát képző, de az egységes távhőrendszer részét jelentő városi gerinc és elosztó rendszer fenntartásában, fejlesztésében a Pannonpower Holding ZRT eleve nem vállalt részt a tulajdonos társulás során, holott a távhőszolgáltatási vertikum működésében ez alapvető eszközhalmazt képez. Vagy a gőzrendszerről van szó, 2007. január 1-től nem kívánják fenntartani azt a közreműködést, amit a rendszer fenntartásában eddig adtak, így minden fogyasztói szerződéshez kötődő ár és működési követelmény a PTAF Kft-re, illetve közvetlenül a fogyasztókra terelődik. Ugye azt tudnunk kell, hogy a gőzrendszert a PTAF Kft. Által kellett ugye visszavásárolnunk. A következő, a forróvíz termelői árakban a kéttagú működési feltételeket követően a Pannon Hőerőmű RT kizárólagosan maximált árakon értékesített hőenergiát a PTAF felé, miközben korábban a PTAF-nak 8-10%-os rabat, vagyis mennyiségi kedvezményt adott. Akkor van egy következő, amit mindenképpen szeretnék még elmondani, és azt gondolom, hogy emiatt kell ezt a tulajdonos váltást meglépni a városnak, a 49% tulajdonrész vonatkozásában. A kapcsolt rendszerű városi távhőellátás hőtermelő részét a Pannon csoport az egyszerű gázenergiára történő átálláson felül nem fejlesztette. A rendszer alacsony hatásfokú és drága. A kapcsolt termelés előnyeiből a város egyre kevesebbet profitál, hisz a gáz energiahordozóra való átállás technológiai fejlesztés nélkül csak drágábbá tette a rendszert. A kapcsolt termelés energetikai hatékonyságát jellemző fajlagos érték Pécset egyre romlik, ami a termelőjárak egyre nagyobb mértékű emelkedéséhez vezet. A biomassa tüzelési új erőmű beruházása külön tulajdonban, külön érdekeltségben valósult meg, és a kondenzációs rendszerben villamos energiatermelésre szakosodott. Tehát én azt gondolom, hogy az is látszik, hogy a mostani részvénytársaságnak, tehát a Pannonpower Holding ZRT-nek egyszerűen a tulajdonosi érdeke, gazdasági érdeke, az teljesen más pályán mozog, mint a városnak az érdeke, ezért kell ebből az üzletből szerintem kiszállni, és minél gyorsabban. Köszönöm szépen. Demlázió képviselő röviden kíván hozzászólni. Így van, nagyon röviden. Az előbb Juhász képviselőtársam kérdezett, hogy valóban jó szívvel megállapítható-e, hogy az az ár, amit ők most kérnek ezért az üzlet részére, ez valóban 1,6 millió forint-e. Én most gyorsan megkérdeztem az igazgatórat, hogy mi alapján történt ez. Ők végeztek egyébként egy vagyon becslést, egy vagyon felmérést, amely szerint ez a 49% ennyit ér.
ő szerintük. Nyilvánvalóan lehet ennek egy ellenpróbáját tenni, rövid idő alatt meg lehet egyébként, fel lehet kérni ilyen szakembereket, akik erre képesek, és rövid idő alatt meg tudják nézni azt, hogy az az 1,6 milliárd, az valóban 1,6 milliárdot jelente, avagy csak 1,2-t, vagy 8 tizedet, vagy akármennyit. Én azt javaslom, hogy ezt meg kell lépni, vagy meg kellett volna már eddig lépni, de mindenképpen továbbra is kitartok azon állásponton mellett, mint ahogy ezt frakcióvezetőnk is mondta, hogy igenis rövidre kell zárni az ügyet, és vissza kell vásárolni a céget. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, R. képviselő úr. Köszönöm a szót, alpolgármester úr. Alpolgármester asszony, elnézést. Én úgy gondolom, hogy 6 évvel, vagy 5 vagy 6 évvel ezelőtt történt szindikátusi szerződés alkalmával a városunk a lehetőségeinek, a PTAP tulajdon átadásával voltak éppen a lehetőségeinek egy részét adta át a Pannon Power Holdingnak, és a Pannon Power Holding, elnézést a kifejezésre, jó kapitalistaként a számára kedvező tételeket betartotta, illetve érvényesítette a PTAP-val szemben, a kötelezettségeit pedig úgy gondolom, hogy kevésbé teljesítette. Ebből az alaphelyzetből és abból, hogy a városunknak ez stratégiai feladata a TAF-fő ellátás, ezért mindenképpen egyetértek a tulajdonrész visszaszerzésével. Ennek a módját és eszközrendszerét természetesen a kormányzó oldal kell, hogy megmondja, illetve biztosítsa. Ez az ő joga, de felelőssége is. Én úgy gondolom, hogy ezt az adott szituációt, leszámítva természetesen az egy hónapos működésünket, a közgyűlés egy hónapos működését még, mindenképpen úgy kell átadnunk már a következő közgyűlésnek, nekünk vagy másoknak, hogy ebbe érdemi döntést nagyon rövid időn belül hozzanak, és ezt mindenképpen vissza kell szereznünk. Tehát summa summarum, ebbe politikai egyetértés van, ez hasonlatos lehet a Biocomnak a reprivatizációhoz, abban az esetben, hogyha a másik oldal megfelelő és hatékony lépéseket tud megfogalmazni is, és meg is tenni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gonda Tibornak adnám meg a szót. Köszönöm szépen, mindenekelőtt én köszönöm, hogy ebbe a kérdésben ilyen konstruktív vita zajlott. Nem szükséges részemről, mint előterjesztő egy hosszú összefoglaló, hiszen Juhász István bizottsági elnök úr álláspontjával teljesen megegyezik az én álláspontom. Egyetlen egy nyitott kérdés maradt, hogy miért nem most élünk ezzel az elővételi joggal. Ha figyelmesen elolvassák az előterjesztés eredeti állásfoglalát is, hát ott is az szerepel, hogy az önkormányzat ne éljen, viszont a cégeinkből álló konzorciumnak adjuk át ezt a lehetőséget. Én a konzorcium vezetőivel, illetve tagjaival leültem egy egyeztetésre. Ők azt mondták, hogy egyetértenek azzal a szándékkal, hogy tárgyalásos úton próbáljuk megszerezni a közvetlen vagy közvetett módon a tulajdont, de jelen pillanatban gazdasági számításokkal nem tudják alátámasztani, hogy ezen az áron, tehát hangsúlyozom, ezen az áron éljünk az elővételi joggal. Mivel a cégeinkre ezt a feladatot ráoktrojálni nem akartuk, valamint tényleg figyelembe kell venni azt, hogy a mi munkánkból, a mi közgyűlési munkájából már 5-6-7 van csak vissza, ezért én inkább egy precíz szakmai előkészítő feladatra szeretnék vállalkozni, ebbe kérném a közgyűlés, hogy adjon nekem mandátumot, tehát eljárhassak, tárgyalhassak, és előkészítsem a helyzetet a következő közgyűlés számára döntésre. Úgyhogy erről szól a mostani előterjesztés. Mindamellett még egyszer köszönöm a képviselőtestületnek az igen mély szakmai vitáját ebbe az ügyben. Köszönöm szépen. Akkor kérdezem a közgyűlést, hogy szavazhatunk-e a témáról. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzunk. Igen, és 11 nemmel a közgyűlés elfogadta az előterjesztést. Következik a
tízes, eredetileg tízes napi rendi pont, a történelmi és egészségturisztikai élménylánc kialakítása a pécsi pólus környezetében változatosság kedvéért Gonda Tibor az előterjesztő. Tisztelt közgyűlés, remélem, hogy ez a napi rend egy kötöttebb, oldottabb stílusú tárgyás is lehetővé tesz, hiszen itt azt hiszem örömteli eseményről van szó. Minden ágazat megkapta feladatul, hogy gyűjtsön az országba fejlesztési lehetőséget, így a turisztikai ágazat is. Nagyon köszönöm, hogy a Regionális Területfejlesztési Tanács ügynökségében kipattant az a gondolat, hogy éppen a pécsi fejlesztési pólus lehetne az a gyűjtő kategória, ami mentén egy ilyen turisztikai nagyprojektet csokorba lehetne fonni. A mi fejlesztési Kft.-nk munkatársai Merza Péter Staubrihád hadható segítségével elkészítettek egy nagyprojekt tervet, amely azért látjuk valójában önálló, saját maguk lábán is megélő projektelemekből áll, és mindössze itt a rendező elv köztük az, hogy ezek a pólus stratégiánk tervezése során nevesítésre került projektek. Ez az első szakmai zsűrin Budapesten át is ment, elnyerte a szakmai zsűri tetszését, viszont ahhoz, hogy formálisan is végigmenjen a döntési mechanizmuson, szükséges az, hogy mi mint fölvállaljuk, hogy gesztora legyünk ennek a feladatnak. Én remélem, hogy tekintettel arra, hogy végül is tényleg ez a fejlesztési pólus stratégiánkhoz illeszkedő projektek, ezt a közgyűlés szívesen teszi, és nyilatkozzunk arról, hogy mint gesztor vállaljuk-e 25% önrészt. Itt leszögezem, de azt gondolom az előterjesztésből is teljes egészében is tisztán kiderül, hogy részünkről ez egy fillér biztosítását nem igényli, hiszen magától értetődő, hogy valamennyi projektgazdától a rájuk eső önrészt el fogjuk kérni. Ma kiosztásra került a Költségvetési Bizottságnak egy a határozathoz képest egy módosító indítvány, amit én elfogadok, amely még szigorúbban fogalmaz, hogy a város tisztségviselője majd a nyertes pályázatnak is a szerződését csak abban az esetben kötheti meg, ha projektpartnerek bankgaranciával igazolják, hogy a saját önerejüket az adott projekthez biztosítják. Pécset direkt módon kettő projektelem érinti, a Pécs-Orfűi kerékpárút, amely már lassan egy évtizede a szakmai programunk része. Itt teljesen jó előkészítettségi állapotban van ez a projektelem, hiszen kész tervekkel rendelkezünk, valamint a Mecsextrém Park, amelynek az első üteme nemrég került átadásra a Pécs keleti részén Árpád-tetőn. Többet azért nem akart az ügynökség bele erőszakolni ebbe a projektelembe, hiszen azt gondolom, amellett, hogy remélhetőleg a kulturális fővárosra 34 milliárd forint fejlesztést megkaptuk, úgy gondoltuk, hogy ebbe a kimondottan turisztikai projektbe inkább az egyéb kapcsolódó baranyai projektek kapjanak teret. Úgyhogy mindezek figyelembe vételével kérem a tisztelt közgyűlést, hogy fogadja el, hogy gesztorként ezt az ügyet fölvállalhassuk és elősegíthessük, hogy Baranya megyében ez a 10-valahány milliárdos turisztikai fejlesztés megvalósuljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt közgyűlés, a Költségvetési Bizottság, mint ahogy az előlapon is látható, ma reggel tárgyalta az előterjesztést. Egy módosított határozati javaslatot terjesztünk a tisztelt közgyűlés elé, amennyiben alpolgármester úr elfogadja, akkor ez lehetne a szavazás tárgya. Ezt a módosított javaslatot a Költségvetési Bizottság 5-igen egyhangú szavazattal fogadta el. A módosítás lényege az, hogy nem csupán az résztvevő önkormányzatok banki nyilatkozatát igényeljük a pályázatbeadáshoz, hanem egy bankgaranciát, hiszen a 109 millió forintnak érdemi fedezete kell, hogy legyen. Erre van idejük, ezt nem kell kérjük azonnal, viszont a szerződés megkötése csak akkor történhet részükről, ha ez a bankgarancia beérkezett a pécsi önkormányzathoz. Köszönöm szépen, kérném ezzel a módosítással támogatni. Köszönöm, mielőtt elmesélte volna a bizottsági elnök úr, már az alpolgármester úr befogadta eme javaslatot. Igen. De Blázió képviselő úr. Köszönöm szépen, én ma reggel a bizottság ülésen ugye beszéltünk erről a napirendről, valóban gyorsan megoldotta a bizottság azt a problémát, amit én úgy gondolom az előterjesztőnek kellett volna megtennie, hiszen azért én nem tartom jónak, hogy ilyen garanciák nélkül ide kerül egy előterjesztés a közgyűlés elé, úgyhogy senki nem garantálja azt, hogyha valaki
bármelyik település visszalép időközben, és úgy dönt, hogy hát igaz, hogy elnyerte a pályázatot, de nincs pénze, nem tudja az önrészt biztosítani, akkor ez azt jelentette volna egyébként, hogy a városnak körülött van, a Pécs városának gesztorként kellett volna biztosítani ezt a fennmaradó hiányzó részt. Ez egy jó ötlet, csak hát azt mondom erre, hogy fordítva kéne ezt csinálni, nekünk kéne más gesztorsága alatt azt mondani esetleg, hogy hát megvan, elindult a beruházás, de sajnos nincsen önrészünk, hát te kifizeted, itt meg megvalósul. Milyen jó. Na mindegy. A pécsi része azért nincsen ugye a dolognak, önkormányzati beruházási része. Kicsit humorosan fogalmaztam reggel a bizottság ülésen, mert valószínűleg mi már nem kapnánk bankgaranciát sem. De tegyük félre a viccet. Egy picit hiányoltam azt egyébként, hogy a Match Extreme Parkon kívül, ami egyébként nem a város fejlesztési ügye, hanem egy cégnek a fejlesztési ügye, egy magán program, magán abban az esetben értelemben, hogy ez egy cégnek a programja, ami nem zárja ki, hogy jó legyen, nagyon jó egyébként a kezdeményezés, nagyon jó, hogy bővíteni kívánják, nagyon jó, hogy ez ilyen működik a városunkban, de hát mégsem mondhatjuk azt, hogy ez a városnak az ügye. Ilyen értelemben, és hiányoltam egy picit, hogy a városi olyan fejlesztési programok, amelyek régóta már ott vannak a, nem is tudom hol, a kalapban, a talomban, mint pécsi fejlesztési ügyek, turizmus fejlesztési ügyek, teszem azt élmény, fürdő, az még a tervezés szintjén sem jön elő, és nem foglalkozunk azzal, hogy Pécset ilyet valósítsunk meg. Nekem ez hiányzik belőle, és továbbra is hiányozni fog, mert ha a térség turizmusáról beszélünk, akkor úgy gondolom turizmus fejlesztésről, akkor a város turizmus fejlesztését is most már el kéne kezdeni, mert ha nem foglalkozunk vele, akkor valószínűleg le fogunk maradni még baranyai viszonylatokban is, mint ahogy országosan már eléggé hátra sodródott városunk a néhány dekáddal ezelőtti nagyon tisztességes és jó helyünkhöz képest. Köszönöm szépen. Köszönöm, Erb képviselő úr. Köszönöm a szót, alpolgármester asszony. Én voltak éppen meg szeretném erősíteni, amit De Blasio Antoni képviselő úr elmondott, azzal, hogy ennek az előterjesztésnek a címében az van, hogy élménylánc. Hát ez Pécset övező élménylánc lenne, mint egy gyöngysor úgymond, és akkor ha ezek mind megvalósulnak, ezek az előképzelések, 14 milliárd forintért, hát ezt nem szabad nem megpályázni természetesen, de csak azokkal a biztosítékokkal, amiket a Költségvetési Bizottság megfogalmazott. Elég egyértelmű és határozott biztosítékok kellenek, nehogy rajtunk maradjon. Egyébként az lenne az igazi, hogyha ebből az élményláncból városba beírva egy élmény sor lenne már, és mondjuk az EKF befejezésével, vagy EKF projektek megvalósításával ez az élmény, ez a városban szakadatlan, tehát nem úgy, hogy kívül élmény, és utána bejön a városba, és megszakad az élménysor, hanem a negatív behatás éri a turistát. Úgy gondolom, hogy egy jó lépés, tehát támogatjuk. Köszönöm. Köszönöm, Kitlő képviselő úr. Köszönöm szépen. Én egy kicsit ott erősíteném meg ezt az élménylánc dolgot, hogy igenis a városunk is profitálni fog ebből, mert Pécs városa a központban van, tehát a külföldi turisták eljönnek Baranyába, akkor Pécsen fognak megszállni, és innen fogják körbejárni ezeket az élmény helyeket, ahol igazán tudunk nekik nyújtani valamit. Tehát nem csak a városunkba kapják meg azt a lehetőséget, hogy körbenézzenek, hanem körülöttünk a különböző városokban és a különböző érdekességű helyeket. És én nagyon jónak tartom ezt, természetesen azzal, hogy igenis biztosítékot kell szerezni arra, hogy ezek a helyek befizessék majd azt az összeget a városnak, amivel ebbe az ügybe tartoznak. Köszönöm szépen. Köszönöm, Pap Gábor képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök asszony. Én azért föltenném azt a kérdésemet, hogy a bizottsági ülésen is megfogalmaztam. Ugye, tehát azt elhangzott még a bizottsági ülésenken is, hogy Pécsnek nincsen önállóan olyan projektje, ami ebbe a turisztikai nagy projektbe, tehát 12 milliárd forint feletti beruházás jelent, ha jól értettem. Tehát nincsen önálló projektünk, ami önállóan indulhatnánk. Ami azt gondolom, hogy önállóan is megérne egy misét, hogy
biztos nincs-e, vagy hogy miért nincs? Hogy egy ekkora városban, egy ilyen úgymond régió központban nincs egy olyan turisztikai elképzelés, vagy egyáltalán nincsen ilyen fejlesztési program, amely ekkora értéket ki tudna tenni. Én ezt legalább magamban megkérdőjeleztem, hogy ez biztos-e. A következő kérdésem viszont az volt, hogy ha már összeállt egy ilyen lánc, ami a térséget, meg a talán inkább azt mondom, hogy megyét ugye érinti, ami nyilvánvaló, hogy valamilyen szinten jó a központjának is, hiszen turistákat vonzanak ide, és azok nyilvánvalóan, hogy Pécsre is fognak jönni, de hogyha már összejön egy ilyen kezdeményezés a régióban, és megkeresik vele Pécset, hogy álljon az élére, hogy miért nem kerül bele akkor ténylegesen olyan pécsi idegenforgalmi fejlesztés, ami a városnak fontos és a városnak jó. Vagy megfordítom, hogy a kérdést, hogy megvizsgálta-e akár mint illetékes alpolgármester úr, vagy a bizottság, vagy nem tudom én pontosan kinek kéne ezt megvizsgálnia, hogyha ezt a programot, mint Pécs gesztorsága alatt visszük, és azért, ha nagyon őszintén nézzük, akkor közvetlenül Pécset kevésbé érinti, már csak azért is, mert ugye nekünk nem kerül semmi önrészbe, ez nyilván azt is jelenti, hogy gyakorlatilag egy olyan önkormányzati fontosságú ügy sincs benne, hiszen a Metz Extreme Park egy gazdasági társaság, az Orfű-Pécs kerékpárút önrészét meg nem is tudom kiállja, vagy illetve nem kell előkészíteni pontosan, igen, ugye mert az előkészített, tehát ez legalább annyira Orfűnek is érdeke, mint Pécsnek. De visszatérve azt, hogyha például ugye Pécsen régóta egy kiemelt és fontos ilyen turisztikai fejlesztési elképzelés volt ez az akvapark kérdése, ami húzódik évek óta, vizsgálgattuk, befektetőt kerestünk, lehet-e akár Balokány, más helyszín, stb. Most ha ebbe a pályázatban Pécs gesztorsága alatt például Harkányban létesítenek egy akvaparkot, akkor annak azért elég kicsi a valószínűsége, hogy rövid időn belül Pécsen meg tud valósulni egy másik akvapark. Bár én nem vagyok turisztikai szakember, de azért azt gondolom, hogy az józan paraszt észre feltételezhető, hogy meg a tapasztalatot körülnézve az országban is, hogy ilyen közel, ilyen kis régión belül, ilyen adottságok mellett nem valószínű, hogy akkor ebből Pécsen lesz akvapark. Nyilván abbaligeti barlangfejlesztést nem lehet Pécsen csinálni, tehát nem az, erről van szó, de olyan dolgok, amik Pécsen fontos elemek voltak, hogy miért nem próbáljuk meg ezt beletenni, vagy miért nem próbáltuk meg beletenni, vagy hogy milyen hatással lesznek ezek a pécsi későbbi programokra. Erről hallanék egy kis szót, az örömmel vennem. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gonda Tibornak megadom a szót. Tisztelt Közgyűlés, Papp Gábor kérdéseire úgy érzem, hogy tudok megnyugtató választ mondani. Először azt szeretném leszögezni, hogy most mindenki számára legyen világos, hogy nem maga a tizenvalahány milliárdos projektre adjuk be, illetve fejlesztési forrásokra pályázatot, hanem hogy ezeknek az előkészítésére nyerjünk pár százmillió forintot. Hogy ebben miért nincsenek pécsi projektek, annak például az egyik oka az is, hogy ezen a területen elég hatékony és jó munkát végeztünk az előző időszakban. Tehát PEA egyből finanszírozza, van egy teljesen beadásra kész világörökségi pufferzóna másfél milliárdos fejlesztési pályázatunk, ami ki van dolgozva, engedélyezett kiviteli tervekkel rendelkeznek, arra várunk, hogy a következő regionális operatív programban mostani 1.1-es intézkedéshez hasonlóan legyen ez a turisztikai vonzerőfejlesztési rovat, ahol be tudjuk adni. PEA 2-ből kidolgozva szintén 24 millió forintot nyertünk a régióból. A régi Balokányfürdőnek a komplex felújítására van egy teljesen kész 800 millió forint fejlesztési értékű projektünk, amely megint csak beadásra vár, hogy majd a következő regionális operatív programban lesz ilyen rovat, akkor be tudjuk adni. A múlt közgyűlésen tárgyaltunk arról, hogy mi már elnyertünk 1 milliárd forintot ugyanabból az alapból, amiben most nyerni akar a turizmus ágazat azért, hogy az Európa Kulturális Fővárosi fejlesztéseinket előkészítsük. Tehát ilyen szempontból, ha már nyertünk mi 1 milliárdot, és most kaphat az egész Dél-Dunántúli régió, mert ez az egyetlen egy téma, ami a Dél-Dunántúli régióban még versenyben van turizmusfejlesztésben, akkor én személy szerint se tartottam volna sportszerűnek vagy helyesnek, hogy minden áron ebben mi még benyomuljunk, és ez a 300 millió forint körül annyi, hogy az önerőn fölül elnyerhető részből is a nagy részét pécsi projektekre nyerjük el, mert nekünk azért itt legalább megyén belül a társadalmi békét a partnerekkel fönt kell tartani. Egyetlen egy olyan kérdés van, amin sokat vitáztunk a szakmai előkészítés során, ez az élményfürdő kérdése. Ugyanis magam is úgy ítélem meg, hogy ha figyelembe veszük Pécs turizmusfejlesztési koncepciát, ez az egyetlen olyan kulcsprojekt, amire még szükség lenne és jó lenne az előkészítéshez fejlesztési forrás nyerni.
És abban a szakaszban, amikor a pécsi élményfürdő még szerepelt, nem szerepeltek harkányi fejlesztések a projektben, és a pesti szakmai egyeztetés révén határozottan kérték, hogy Harkány, mint országos léptékű gyógyfürdő központ hangsúlyozottan jelenjen meg ebbe a komplex projektbe, és tegyük inkább Harkányt vele. Mindez a gyógyászati rész, tehát a pszoriázisos projekttel, mind pedig a jelenlegi fürdővállalatnak az élményelemekkel való bővítése, hiszen az országos versenyben is egy kicsit lemaradt. Különösen a nyugat-magyar régióban, hogy a gomba módon jöttek létre ezek az új fürdők, és így a régiónk ebből az ilyen nagy léptékű országos, nemzetközi vonzerővel rendelkező helyből kimaradt. Tehát úgy ítéltük meg, hogy gyöngíteni ennek a pályázatnak az erejét, a támogatottságát, ha mindenáron beerőltetnénk a pécsi élményfürdőt, mivel a pécsi élményfürdő mögött nem volt nevesített projektgazda, hiszen az önkormányzatunknak 3-4 évvel ezelőtt volt egy erőteljes szándéka, ez azonban az utóbbi időben megkopott, hogy projektgazdaként valósítsa meg, és nem volt ilyen típusú döntésünk, hogy ezt mindenképpen létre akarjuk hozni, ezért bátorkodtam én itt ezt a szakmai elkészítés stádiumában fölvállalni, hogy akkor ebből a folyamatból most tekintett arra, hogy számos más pécsi projekt beadásra kész van, maradjon ki, várjuk meg azt, míg jön egy olyan partner, egy befektető, aki konkrétan meg is kívánja valósítani, hiszen tisztelt képviselőtársak, azért vegyük tudomásra, a következő 4 évben a fejlesztési forrásaink zömét nekünk az EKF projekt mellé kell rendelnünk. Szeretnénk, hogy legyen Pécsen élményfürdő, de én ezt most reálisan csak abban az esetben tudom elképzelhetőnek, ha valódi piaci szereplők jelennek meg, és pénzügyi befektetők vagy szakmai befektetők tartják ezt fontosnak, és az önkormányzat jelentős anyagi tervvállalása nélkül kívánják ezt megvalósítani. A másik kérdés, amit megvizsgáltunk, hogy hotelfejlesztéseket nem lehet-e betenni, hiszen Pécsnek még ez egy fontos feladat, hogy 4 vagy 5 csillagos hotel kategóriába legyen fejlesztés. Erre is azt a választ kaptunk, hogy ez is kimondottan vállalkozói piaci kategória, ennek az előkészítésére nem kívánnak fejlesztési forrást adni. Ugyan maga a Match Extreme is gazdálkodó szervezet kezelésében van, azonban ez az ökoturizmushoz, gyermek és ifjúsági turizmushoz sorolandó, és annyira ezt nem tekintették profitorientáltnak, mint magát a szálloda befektetést, ezért ez ott bent maradhatott, a másik nem. Tehát ilyen előkészítés után alakult ki ez a végső élménylánc. Remélem, hogy megnyugtató választ adtam Pap Gábor képviselő úrnak a kérdéseire. Köszönöm, Molnár Gézának adom meg a szót. Köszönöm a szót. A következő gondolataim támadtak. Én biztos vagyok benne, hogy Pécs városának érdeke, hogy a közvetlen környezete is fejlődjön. Hisz tudja mindenki, hogyha bárhova megy külföldön, hogyha egy helyen megszáll, akkor is az a gondolat, hogyha 3, 4 vagy 5 napot azon a területen tartózkodik, hogy nézi, hogy a környezetében mit tud, akár történelmi érdekességeket, vagy pedig élménybe, milyen élménybe lehet része. Tehát én arra gondolok, hogy hosszú távon Pécs városának megéri, hogy segíti a környezetét, mert mindenképpen az a célunk, hogy az itt lévő emberek ne 1 vagy 2 napot töltsenek a Pécsen, tehát a turisták, hanem több napot, akár 1 hetet, és akkor ahhoz pedig biztosítani kell a környezetbe is a megfelelő élményeket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzunk az előterjesztésre. Megállapítom, hogy 25 igennel elfogadta a képviselőtestület az előterjesztést. Utolsó napirendünk következik. Javaslat az általános tartalék előirányzat átcsoportosítására. Show bizottsági elnök úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt közgyűlés, valóban kicsit szűkszavú, rövid ez az előterjesztés. Tulajdonképpen ez a polgármesteri keret a mindenkori tisztségviselői csapat
belső szűkebb mozgástere, de emellett olyan funkciókat is ellát, mint a Városháza nemzetközi kapcsolatai. Ennek keretében itt a Pécsi Napok kapcsán olyan többletkiadások várhatók, olyan nagyobb létszámú delegáció várható testvérvárosokból, amelyeknek az úgymond biztonságos finanszírozása szükségessé teszi ennek a keretnek a bővítését, és hát év végéig is még előfordulhatnak ilyen események. Ami a delegációk létszámát illeti, várható, hogy nagyobb csapat érkezik Felbakból is. Többen talán emlékeznek még rá, 10 évvel ezelőtt, amikor a másik jubileumi testvérvárosi szerződés meghosszabbítás volt Felbakban, a Felbaki Városi Tanács az akkori teljes pécsi képviselőtestületet meghívta, tehát várható, hogy idén most ők is nagyobb létszámban jelennek meg, de egyéb nemzetközi feladataink is lesznek a Pécsi Napok keretében, és ezeknek a biztonságos finanszírozásához ez az átcsoportosítás szükséges. Kérném a tisztelt közgyűlést, hogy az átcsoportosítást javasolja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e valakinek kiegészítése? Staub képviselő úr. Csak annyi, és csak azért, mert ugye a reggel kértem a napirendről való levételét, úgy vélem valóban elfogadhatatlanul szűkszavú volt, tehát mindez az a hozzátenni valom, hogy ezeket le is lehetett volna írni az előterjesztésben. Köszönöm. Köszönöm. Kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzunk az előterjesztésről. Köszönöm szépen, 27 igen, 1 tartózkodás és 4 nem, bocsánat, fordítva, 1 nem és 4 tartózkodással a közgyűlés elfogadta az előterjesztést. Most pedig a kérdésekre térnénk át, hogyha a képviselőtársaim nem kívánnak ebédszünetet tartani. Akkor de Blasio képviselő úrnak adnám meg az első kérdésfeltevésre a szót. Köszönöm szépen a polgármester asszony. Miattam biztos, hogy nem fog kelleni ebédszünetet tartani, mert gyorsan fogom elmondani mind a két kérdésemet. Az első kérdésem egy olyan ügyről szól, amit talán többen is tapasztaltak a városban. Egyik reggel a munkahelyemre érkezvén, ugye a Váradi Antal utcában van az alapítványnak az irodája, és oda érkezvén arra figyeltem föl, hogy az utca tele van, a járda tele van ilyen piros-fehér csíkos elterelő oszlopokkal, amiket ugye akkor szoktunk kirakni, amikor útjavítás van. Mi lehet? Nem is gondoltam rá. Majd gyalog közlekedvén az utcában rájöttem, hogy ezek az oszlopok mindenütt ott vannak, ahol a házból kijövő csapadék csatorna ugye becsatlakozik a központi elvezető csapadék elvezető rendszerbe, és hát rájöttem, hogy azt látom, hogy nem látom, vagyis, hogy nincsen ezeknek a csatorna fedeleknek sem keretük, sem tetejük, mert éjszaka folyamán mindet úgymond megfújták, valakiknek többet ért ez a vasgyűjtőnél, mint ott helyben a járdán, pedig hát a járdán ugye balesetet akadályoz meg, hogy emberek ne lépjenek bele, mint ahogy elő is fordult egyébként, hogy belelépett valaki, és térdig eltűnt egy ilyen csapadék elvezető lukban. Nagyon sajnáltam a dolgot, és én azóta is azt mondom, hogy kérem szépen ezek ellen tenni kell valamit, de hát a mérgem, ami emiatt keletkezett, tovább fokozódott, mert egyik nap a leveles ládába be volt dobva egy levél, amiről képviselőtársam is bólogat és mondja, hogy hozzájuk is valószínűleg a vasutas művődési házba is bedobtak egy ilyet, de jó hírem van. A kérdésem az lett volna, hogy tudnak-e képviselőtársaim ezekről a dolgokról, és tudnak-e arról, hogy ilyen esetben a PVVRT kiküld az utca ingatlan tulajdonosainak, nyilvánvalóan azoknak, aki előtt ilyen van, egy olyan levelet, amelyben felhívja az ingatlan tulajdonosok figyelmét arra, hogy pótolják az ellopott csatorna fedeleket. Azokon az egyébként közterületi járdákon, ami a PVVRT-é, vagyis a városé.
Magyarul úgy döntöttek, hogy a járda az övéké, oké, na de az ellopott, most hogyha a járdát ellopnák, lehet, hogy azt is a tulajdonosoknak, a háztulajdonosoknak kéne pótolniuk, de a járdát nem lopták el, csak a fedeleket, így PV Verté kiküldött egy ilyen levelet, aminek nyomán fölhívtam őket. Hozzáteszem, az Egészséges Városér Alapítvány nem érinti, hiszen mi használói vagyunk ott adott irodáknak, a tulajdonos a város, vagyis üzemeltetője pedig ugye a kulturális központ. De hát egyszerűen csak utcacím volt ráírva, és ezért fölbontottam, és fölhívtam a hölgyet, aki az ügyintéző, aztán a vezérigazgatóval is beszéltem. A jó hírem annyi, hogy megegyeztem a PVVRT-vel, mint egyébként kiderült, hogy a város más részein bevált gyakorlat volt, hogy ezt a PVVRT finanszírozta, hogyha ilyen lopások történtek. Valószínűleg nem ilyen mértékűek voltak a lopások. Én kérem, hogy menjenek le képviselőtársaim, mert ha még nem láttak csodát, akkor a Váradi Antal utcában azt fogják látni. Úgy néz ki a Váradi Antal utca, mint egy ilyen útépítési erdő, mert ilyen kis csikos oszlopokkal van tele. Tényleg tele van az utca. A járda úgy sorba tele van ilyen oszlopokkal. Tudni, azt tették rá, ugye, hogy ne lépjenek bele a lukba. Na most ehhez képest, nem tudom, hogy elnök úr tudott-e erről a dologról, nem tudom, hogy tudott-e arról, hogy ilyen levél kiment a tulajdonosoknak. Ha nem, akkor én mondanám, hogy kiment ilyen, de azt is szeretném mondani, hogy megegyeztünk vezérigazgatóval, hogy vegyék a tulajdonosok, akik ilyet kaptak, tártan annak a levelet, mert ők finanszírozzák ennek a... Ezt szóban közölték velem, és kértem, hogy írjanak levelet, hogy nem kell fizetni a tulajdonosoknak, és a PVVRT fedezi a pótlás költségeit. Nem tudom, hogy, és ez lenne a kérdésem, hogy tud-e erről elnök úr, és ha kérhetném, akkor legyen olyan kedves nyomon követni, hogy valóban a PVVRT ezt meg fogja tenni, és nem a lakókra vagy a tulajdonosokra terheli ki. Köszönöm szépen. Kérdezem, bizottsági elnök urat kíván-e válaszolni, parancsoljon. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtársam, tisztelt képviselőtestület. Nagyon szomorú, amiről itt tájékoztatott bennünket képviselőtársam, és ez nem csak a csapadékvíz elvezető kis rácsokra vonatkozó, hanem sajnálatos módon a csapadékvíz elvezető vízelnyelő rácsokra, az akna fedlapokra és egyebekre is vonatkozik. És itt ilyenkor mindig, amikor tudomására jut például a vízműnek, amely részét ő kell, hogy pótolja, rögtön a biztosítóhoz és a rendőrséghez fordul, megteszi a bejelentést, de a közlekedésbiztonság fenntartása érdekében azonnal a hiányt pótolnia kell, tehát azonnal intézkedni kell. Most lehet, hogy ez az intézkedés, mert olyan nagy léptékű, olyan nagy mérvű volt az eltulajdonítás, hogy csak ezekkel a kis oszlopokkal tudták figyelemfelhívásként a gyalogosok figyelmét felhívni, hogy vigyázat, mert itt baleset veszély van. Egyébként tudtam a dologról, és mindenképpen szeretném biztosítani képviselőtársamat és képviselőtársaimat, és Pécs lakóit is, hogy a pótlását azt biztosítanunk kell, tehát meg fog történni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A másik kérdését teszi fel de Blasio képviselő úr. Én köszönöm szépen az előző kérdésre adott pozitív választ, és nagyon remélem, hogy akkor ennek a közvéleményben is nyoma marad, mert épp most hallottam egy információt, hogy a hölgy, aki nekem ígéretet tett, már megmondta egyébként más ingatlan tulajdonosoknak az utcában, hogy hol lehet beszerezni ilyet, úgyhogy jó lenne tisztába tenni, de nagyon sürgősen a dolgot. Elnézést, hogy visszaélve a jogommal, hogy a szót megkaptam, olyanról beszélek, amiről nem beszélhetnék. A másik kérdésem viszont egy olyan nagyon fontos kérdéssel foglalkozna a városban, ami megint csak jó lenne, ha ebben az elnök úrtól hasonlóan az előző kérdésemre egy határozott választ kapnék és elkötelezettséget. A Felsővámház utcát, mint tudjuk, látjuk a Király utca végétől, ahhoz csatlakozva a SZÁD nevű cég, aki ugye itt a városban végzi ezeket az ISPA és egyéb programoknak a megvalósítását is, csatornát fektetnek az út közepén, ami nem baj, mert valószínűleg föl kell újítani a csatornarendszert. Viszont tudjuk, hogy néhány évvel ezelőtt a Felsővámház utca első felét a Vöröskereszt utcáig felújítottuk.
Többször volt Staub képviselőtársammal több olyan javaslatunk költségvetési vitákban, egyéb városfejlesztési ügy vitákban, amelyben kértük, javasoltuk, hogy hát fejezzük már be szegény, szerencsétlen Felsővámház utcát, mert úgy maradt szegény ott a Vöröskereszt utcai kereszteződésnél, onnantól kezdve jön a tajga, ugye a hullámaival, meg mindennel együtt, míg odáig nagyon szép simára megoldották új burkolattal az utat. Na most kérem szépen, lássunk csodát, az útfelbontás csatornázás miatt pontosan a Vöröskereszt utcáig tart a Király utcától, vagyis a Buzatértől. Tehát ez azt jelenti, hogy a frissen letett néhány éves burkolatot, ami egyébként mondom mai napig is normális és jó, az út közepén gyönyörűen fölvágják, több mint egy méter szélességben, másfél méter szélességben. Amit mondom, rendben van, a kérdésem az lenne, hogy korábbi ilyen irányú javaslatainkat figyelembe veszi-e most már a beruházó, és teljes útburkolat javítást fog-e végezni a csatorna fektetési munkálatokat követően. Elfogadhatatlan számomra, hogy néhány éves teljes útburkolat javítást követően egy útbontás miatt az út közepén legyen megint egy olyan javítás, ami néhány év múlva meg fog süllyedni, töredezni, szétesni és a többi. Úgy gondolom, hogy van olyan mértékű ez a munka, amely lehetővé teszi, hogy ezen a területen, kérem szépen, mivel új útburkolat van föltéve, ezért teljes burkolat javítással oldják meg a csatorna fektetés után a helyreállítást. Ez a kérdésem. Ha nincs erről tudomás, akkor kérném elnök úr, hogy nézzenek utána is. Hassunk odáig, hogy valóban teljes burkolat javítás legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Bizottsági elnök úrnak megadom a szót. Köszönöm szépen. Képviselőtársam, szeretném, ha elfogadná, hogy erre a kérdésére írásba adjak választ. Tekintettel arra, hogy az útkezelője határozatában kell megfogalmazza azt, hogy milyen helyreállítási kötelessége van a beruházást végző kivitelező cégnek, ezért pillanatnyi információm nincs róla, tehát mindenképpen utána akarok nézni, és szeretném írásba a válaszomat megadni. Köszönöm. Köszönöm. Következő kérdező Molnárné Garai Edit, aki Gonda Tiborhoz intéz kérdést. Köszönöm szépen a lehetőséget. Én a Borbála egy programmal kapcsolatosan tenném fel a kérdésemet, és igazából nem a program célját szeretném támadni, mielőtt még esetleg valaki megvádolna vele, hiszen ez már többször megtettem, hogy elmondtam a kifogásaimat. A célja az számomra is pozitív, viszont a körülményei és a lebonyolítása körül vannak problémák, és ezt szeretném most jelezni. Tehát tudjuk, hogy nem volt zöggenőmentes a hónapok során az építkezés. A Borbála program egy kis szeletéről szeretnék csak beszélni, nevezetesen az István Akna 41 szám alatti épületről. Tudjuk jól, hogy a Borbála program nagyobb projekt, tehát Orfű és Lelovics kert egyebek is benne vannak. Ez az egyik, amit én most említek, ez kifejezetten a 41-es számú épületről szól. Azon kívül, hogy kifogásolható az épületnek a felújításának a minősége, tudjuk most garanciális munkák folynak az épületen. Még egy óriási nagy probléma került felszínre, és az én tudomásomra jutott, hogy az áramfogyasztással kapcsolatosan az elszámoló számlát az ottani lakosok nemrégiben kapták meg. 60-80 ezer forintos elszámoló számlákat kaptak. Most tudni kell, hogy ezek az emberek nem véletlenül Istvánoknál laknak, hiszen olyan anyagi körülmények között élnek, hogy nem tudnak magasabb lakbért fizetni, bár ez a lakbér is elég magas az ottani körülményekhez képest. A visszaköltözés után először azzal szembesültek, ugye, hogy mivel jobb körülmények közé kerültek vissza, ezért egy picivel magasabb, ugyan egyedi szerződés alapján, amit mindjárt alá is írtak, magasabb lakbért kellett fizetni, ezt megreklamálták, és a bérleménykezelővel való konzultáció után, amiben én eljártam, egy 2000 forintos csökkenés, lakbércsökkentést el lehetett érni. Viszont ez az EON számla, ez már aggasztóbb ügy, hiszen itt 60-80 ezer forintos számlákról van szó, ők ezt nem tudják kifizetni, és elmondásuk alapján az ottani munkákat úgy végezték az illetékesek, hogy az ő áramforrásukat vették igénybe. Tehát ezek szerint egy
hibát a többi mellett még elkövettek, hogy nem biztosítottak önálló áramforrási vételi lehetőséget a munkálatokhoz, tehát a lakók élvezik ennek a magas számlának a hátrányait idézőjelbe. Én azt kérdezem, hogy ki fogja ezeket a számlákat rendezni, kifizetni az EON felé, hiszen tudjuk, szolgáltatók nem nagyon szoktak ezzel várni, és előbb-utóbb ki fogják kapcsolni az áramot. Ki mulasztott ebben az ügyben, hogy nem biztosított önálló áramvételi helyet? Szerepelte egyáltalán ilyen a költségvetésben, a projekt költségvetésében, hogy erre szükség van? Én úgy gondolom, hogy ez a pár százezer fontos plusz költség, ennek benne kellett volna, hogy ebben benne kellett volna, hogy legyen. A mulasztásnak az orvoslására kérdeznék rá, hogy ezt ki fogja, milyen módon orvosolni, mert ez így biztos, hogy nem fog kifizetésre kerülni, mert egyszerűen nem áll módjukba. Nem véletlenül laknak ott, mint ahogy elmondtam ezen a területen. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy István Akna 18 számú épülete is egy külső felújítást fog kapni, amit igazából én nem is értek, hogy miért került be, hiszen ahogyha külsőleg felújítanak valamit, attól még a belső állapotok nem nagyon fognak változni, arról nem is beszélve, hogy a többi lakás ugyanolyan állapotban marad a területen. Tehát életszerűnek tartják ezt, hogy egy nagy projektnek az elvégzése után az egy dolog, hogy vannak garanciálisan, tehát rendbe kell tenni azokat a munkálatokat, amik nem megfelelődtek elvégezve. De hogy egy ilyen magas számlát is megkapjanak az emberek, és hogy ők mondják, hogy egy kézzel vagy két kézzel talán adtak neki, de tízzel visszavesznek, ezt nem hiszem, hogy el kellene nézniük nekik, és problémát fog okozni az, hogy nem tudják kifizetni. A következő kérdésem még ehhez tartozik, hogy én már múltkor is megemlítettem, hogy a lépcsőházban sincs világítás, és erre is ígéretet kaptak, hogy hát előbb-utóbb lesz. Na most ebben a helyzetben, amikor eleve majd a saját számlájukat nem fogják tudni kifizetni, akkor nem tartom valószínűleg, hogy a lépcsőház világítást kap. Ugyanakkor ezt a projektet, hogyha megnézzük, igazából gondolom nem ez volt a célja, hogy utána sötétbe tapogatózva kelljen azoknak az embereknek ott este járkálni, ami igazából nem megfelelő a létezés számukra. Köszönöm szépen, és akkor a második kérdés utána teszem fel. Köszönöm. Gonda képviselő úrnak adom meg a szót. Tisztelt képviselőasszony, Bormála projekt gyakorlati része július hónapban sikeresen befejeződött, most az utánkövetés stádiuma van. Nagy öröm számunkra, hogy összességében a projektet az illetékes szakminisztérium jónak ítélte meg, és a Magyarországon befejezett projektek közül a mintaprojektek sorába emelte, és több fórumon kérik a közreműködő kollégákat, hogy a projekt nehézségeiről és sikereiről számoljanak be. Be kell vallanom önnek, hozzám konkrétan ez az árammal kapcsolatos problematika nem érkezett el, ezért a kérés egy részére feltétlenül írásban szeretnék válaszolni, hiszen tájékozódnom kell. Ismerve azonban a munka jellegét, biztos vagyok benne, hogy több százezer forintos áramdíjat a kivitelező nem használhatott föl. Itt vannak köztünk gépészetben járatosak, azért ilyen típusú festőkivitelező munkában, külső burkolatjavító munkában azért nincsenek olyan gépek használva, amelyek százezreket igénybe tudtak volna venni. De nyilván megvizsgáljuk, én így első hallásra azt gondolom, hogyha bizonyítható, hogy ez a többlet energiafogyasztás a kivitelezés során felmerült munkában keletkezett, akkor nyilván a lakók helyett valamilyen szinten helyt kell állni, és ennek én meg fogom keresni a módját. El kell azonban mondjam, hogy számomra az az elszomorító, hogy igyekszünk egy lakóközösséget jobb helyzetbe hozni, és utána értesünk arról, hogy beáznak a lakások, és miután megtudjuk, hogy, vagy megnyomozzunk, hogy mi az oka, kiderül, hogy az az oka, hogy az új bádok borítását a tetőnek márciusban lelopták. Nyilván azóta visszapótoltuk a projekt keretében, a garanciális javításokat elvégeztük, de az itt le kell szögeznünk, hogy mint a projekt ide, mint a projekt oda, azért az önkormányzat folyamatosan ezt nem tudja biztosítani, hogy valaki valamit ellop, utána rohanjuk és tegyük helyre. Ugyanazt gondolom a lépcsőház világításról. A városban minden lakásban a lépcsőház világítást az ott élőkkel fizessék. Ez nem közterület, tehát ha azt akarják, hogy a lépcsőház a világítás legyen, valamilyen megosztószám alapján a lakásokra kell terhelni.
nem kötötték vissza a lépcsőházvilágítást, ez a probléma. Nyilván ez nem célunk, hogy ez ne legyen vissza, lesz kötve, csak sajnos ez megint azzal jár, hogy az ottani 12 lakás villany számlájába ez majd jelentkezni fog. Az Istvánaknak 18-at is tetszett érinteni. Mi úgy gondoltuk, hogy a projektben maradt egy kis maradék, azt ne adjuk vissza az ESZÁ-nak, hanem próbáljuk a lakókörnyezetre fordítani, és ezért a PVVRT nagyon önzetlen, vagy tényleg nagyon hathatós támogatásával folytatnánk ezt a projektet már az elnyert pályázaton kívül. PVVRT azt vállalná saját költségeire, ha mi a homlokzatot felújítjuk, a nyilászárókat kicseréli. Azért ennek már direkt hatása lesz az ott élőknek, hiszen egy kedvező hőszigetelt új nyilászáróval azért a fűtési költségek is csökkennek, és azt gondolom, hogy azért az emberek számára csak nem közömbös, hogy milyen környezetben élnek, tehát egy ilyen társasháznak a külső esztétikai megújítása, egy vakolatjavítás, egy színezés azért csak valamilyen komfortérzet növelést elő tud idézni. Itt még nem történtek visszafordíthatatlan folyamatok, tehát a képviselőasszony esetleg azt javasol, hogy ezzel az ügyen ne foglalkozzunk, akkor érdemben ezt átgondoljuk. Én magam annak a híve vagyok, hogy ne adjuk vissza ezt a maradvány 2 millió forintot, fogadjuk el a PVVRT kiegészítő több mint 1 millió forintos forrását, és a 18-as házban is történjen meg ez a munka. Komplex belső felújításra valóban nincsen most anyagi fedezet. Néhány lakást éppen a projekt kapcsán korábban felújította a PVVRT, ott helyeztük el ideiglenesen a 41-ből kiköltözötteket, de a többi lakáshoz most nincs szándékunkban nyúlni, de hát dolgozunk azon, és a szociális ágazatban a kollégák, hogy a Borbála 1-nek legyen folytatása, Borbála 2, vagy az Interreg 3-A-ba pályáztunk, a Norvég alapra van előkészítve egy pályázat, és ezekből a projektekből lehetne folytatni a szociális városrész rehabilitációs programot, bennük ezeket a lakásfelújítási munkákat is. Úgyhogy azzal a kiegészítéssel, hogy a konkrét kérdésben írásba szeretnék válaszolni, kérem szíveskedjen elfogadni a válaszomat. Köszönöm szépen, kérdezném Garaini, Molnári, bocsánat, Molnári Garai Editet, hogy van-e még egy kérdése, mert itt nem egyértelmű a jegyzetem. Oké, akkor parancsolj. Köszönöm szépen, igen, van még egy. A kátyúzással kapcsolatosan szeretnék kérdést feltenni, és konkrétan is fogom említeni az utcát, amivel kapcsolatos ez. Én ezt választási kátyúzásnak írtam föl magamnak, és